Ladies and gentlemen, üdvözlök mindenkit a Bölcsészklubban, szervusztok, sziasztok, az én nevem Szirmai Gergely, és pókemberezni fogunk végre valahára ma. It's on, bitches. It is on. Felhívtam a konzolvilágot, hogy kaphatok-e, lehet-e lefoglalni egy fizikai kopit a Spider-Man 2-ből, és a telefonos kisasszony azt gyakorlatilag elküldött a kurva anyámba, hogy nem! Nem lehet lefoglalni, be kell rendelni, és amúgy sincs. Úgyhogy ez van. Úgyhogy srácok, az a szomorú tény van, hogy ez egy digitális kopia, amivel játszani fogunk. Tudom, hogy ezerszer mondtam már, hogy mennyire fontos fizikailag is birtokolni a játékaidat, de ez esetben fontosabbnak tartottam azt, hogy meg legyen tartva a mai stream, mint hogy legyen mit rákcsálni a nudlinak, amikor unatkozik. A kollégám nagyon panaszkodott a játékra, mert túl meleg lett. Meleg lett? A PS5 vagy a Miles Morales? Vagy a mi az? A Venom? Jaj, de jó lesz ez. Örülök, hogy tetszik. Bye. Örülök, hogy itt vagy. Szervusztok, üdvözlök mindenkit, aki itt van. Gyerekek, nyomjuk neki. Én azt mondom, hogy ne féljünk a farkastól. Nézzük meg, letöltöttem. Éppen most lett kész, úgyhogy remélhetőleg nem kell túl sokat állítgatni rajta. De here it fucking is. Kvanti, köszönöm szépen a Prime subscription-t, köszönöm szépen a 4 hónapot. Hát mikor láttuk utoljára ennyire boldogan, ennyire vidáman a Marvelt? Én nagyon szeretem az első játékot. 100%-oltam, ahogy azt már sokszor elmondtam. DLC-ket is kinyomtam, én nagyon-nagyon szerettem. Ez egy remek játék volt. Na! Nézzük meg, hogy mi legyen a nehézség. Közepesre állítjuk a nehézséget. Mi? Friendly Neighborhood? Minimal Combat Challenge? Szóba nem jön. Oké, tehát ez a legkisebb, aztán van Friendly, aztán van Amazing. És aztán van Spectacular. Ez? Oké, hát akkor Amazingre megyünk. Kérem szépen. Subtitles on. Visual setting. Én nagyon adom egyébként, hogy elindítja a játék magát, és azt mondja, hogy tessék, itt van ez az 5 opció, állíts be, aztán nyomjad. Tök jó. Tök jó, hogy nem húzzák az időt. Abszolút egy pókember játékhoz méltó. Miért nincs egy fény? Gyerekek, vennem kell egy új lámpát. A franc egy meg. Következőleg, hogyha nem veszek lámpát november hónapjára, akkor mindenki iratkozol le a csatornáról. Hát ez felháborító. Na jó. New game. Recap. Szeretnénk recap-et, srácok? Mert én már nagyon tudom, hogy mi történt. Ti akarjátok tudni, hogy mi történt? Jaj, de jó. Örülök, hogy itt vagy, Phantom Black. Csak ne vágj át, magyarra szóba nem jön. Szóba nem jön. Magyarítottan játsszák? Az emberek őrültek. Az emberek nem normálisak. Szóval szeretnétek-e recap-et, srácok? Én azt gondolom, hogy... Hát nézzük meg a recap-et. Hey Pete, I'm working on a college application and it says I gotta tell them about myself. More like sell yourself. It's the worst. You got any advice? Well... Take me. Hi, I'm Peter Parker. I'm 25 years old, I have a bachelor's degree in biophysics, and I'm in love with the greatest woman ever. Humble brag. Who is the best journalist in this city? És a legirritálóbb volt vele játszani. Atyaid, de utáltam az ő részeit. The example set by the other greatest woman ever, my Aunt May. Humble brag again. Damn. Vágom, hogy sokan panaszkodtak, hogy máshogy néz ki a Miles Morales, vagy mi ezt, bocsánat, mindig ezt mondom, a Peter Parker. Engem abszolút nem zavar. Hey, I'm laying the track as I drive the train. I've used my powers to help the city and stop a lot of people who wanted to hurt it. Fantasztikus története volt az elsőnek. Fantasztikus története volt. Imádni való karakter development. Nagyon jó voice acting. Jaj, csodás. Igazán, klasszikusan, tradicionálisan Marveles. But not without great cost. That was pretty good. Haroldina, köszönöm szépen a 100 bites cheer-t. Éppen úton vagyok jelenleg az őrségben. Hajrá, hajrá! You're 17 years old and a student at Brooklyn Visions Academy. Miles! What else? I guess I help out with my mom's work in Harlem every now and then. She's Councilwoman Rio Morales. And there is a girl I like who's spectacular and inspiring. Spectacular, ooh! And I think is one of the best artists in the city. Spoiler. And I also got bitten by a radioactive spider. Adom, hogy ennyire csak így lekezelik. Mindenkit zabálnak a pókok. Milyen rohadt nehéz lehet ebben a városban élni. From my dad.
Képzeld, hogy megharap a pók, és csak egyszerűen 8 lábad lesz. Csak semmi más nem történik, csak 8 lábad lesz. Nagyon sikeres lenni az interneten. Atyaik, mennyi pénzt lehetne keresni. But it's been hard. Even with superpowers, sometimes we can't save the people we love. No matter how hard we try. A hero is someone who doesn't give up, though. And I don't plan to. I don't know, man. I can't talk about me without talking about Spider-Man. Sure you can. You just have to... Yeah, why don't you just start another draft? Ez egyébként pont ezzel a kérdéskörrel foglalkozik a Spider-Verse is, hogy ez a két személyiség oldalt, ezt hogyan állítják be? Hogyan definiálják magukat? Nagyon érdekes, és ez egyébként ez egy jogos kérdés, hogy hogyan, főleg férfiaknál úgy gondolom, hogy hogyan definiáljuk magunkat, mi az, amiről mi szólunk. A legtöbb férfi egyébként az első három mondatában, amikor magáról kell beszélnie, akkor elmondja, hogy mit dolgozik. Tehát a munka, a teljesítményünk az egy annyira fontos és integrált része a személyiségünknek, hogy ilyen szempontból teljesen átélhető és megérthető, hogy Peter Parker vagy Miles Morales hogyan a büdös életbe választja szét ezt a kettőt. Mert ugye a legtöbbünk azért, amikor bemegyünk a munkába, akkor is magunk vagyunk, de ők nekik egy teljes személyiséget kell felépíteni a munkahelyükre ez. Ez nagyon nehéz lehet. Egészen olyan, mint hogyha internetes tartalomgyártók lennének. Na jó van, nézzük! Ma én vagyok a Spider-Man? Abszolút! Abszolút, ma betestesítjük a pókembert. Látjátok, fekete pólót vettem föl vörös accentekkel. Én vagyok a Venom. És felrobbant a hűtőm, ezért nem tudok semmit tárolni itthon, és minden büdös. If this doesn't work, take me out. It'll work. I don't have a lot of time left. I want a chance to say goodbye. Harry Osbornnak is egy nagyon jó karakter története van. I'm not going to lose you. Kíváncsi lehetél arra, hogy megspolcsa, majd egyszer tartok körbenézést. I will never let you go. Igen, nagyon érdekes, hogy az apa szó szerint megmérgezi a fiát. Ez nagyon egyszerű metafora, de nagyon pontos. Hogyan és miként tudja meghatározni egy szülő a gyermekének a gondolkodás világát, a céljait, a vágyait világában. Present day, what up? Empire State University. Az legjobb tudomásom szerint nem létezik. Könyvespolc miatt ment a követés? Megbeszéltük. Köszönöm szépen, hogy bekövettél a bölcsészklubot. Nem annyira jók a modell mozgatások, mint az elsőben, valahogy úgy érzem. De lehetséges, hogy már régen játszottam velem. Hey, what up? Good morning, class. We have a new teacher joining us today. Micsoda az? Ne, ott hátul rappel a néni. Hát ez aztán inkluzivitás. És egyébként lehetőleg pozitívabb módon, ezt meg kell hagyni. Mr. Parker. De adom, hogy nem hívják fel rá a figyelmet egyet talán. Because this is physics class, and physics is awesome. Nagyon adom, nagyon remek. Teljes végigjátszást tervezel? Abszolút nem, arra vannak sokkal jobb streamerek. Én csak belenézek, megmutatom nektek, hogy milyen az eleje. Esetleg, hogyha vannak narratív érdekességek, azokat kiemelem. Na, abban vagyok igazán jó. Oké. Ja, valami a karakter modellekkel, nem százas. Nem igazán, valószínűleg egyébként hozzászoktam a PS5-ös, tehát a God of War az elrontott nagyon sok mindent. A God of War az elrontott nagyon sok mindent számomra. De ne felejtsétek el, ellentétben a filmekkel, a grafikai animáció a játékokban egy sokszor másodlagossá nem. I need your help. Mr. Morales, is it? Nagyon érdekes, hogy a feje pont olyan vastag, mint a nyaka. Ezzel ezzel én is így tudok lenni. Okay, ugye akinek nagy a krénium, annak nagyon vastag nyaka lesz. 4 or 5 or whatever.
Miles, I need this job. Szerintem így spórolták ki a teljesítményt. Egyébként mi a fasz érde? Nézzük majd meg, hogy milyen lesz a képe. Abszolút leszarom, hogy a cutscenekben tökéletesek a karaktermodellek. Ez nem kritikaként mondom, úgy általában csak észrevételként. Jaj! Nem hiszem el, bazd meg, hogy egy iskolában nincsenek kamerák. Marco, why today? Sandman? I'm so getting fired. Yeah! Let's go! Hú, tiszta hype! Nagyon jó felvezetés! Hibátlan felvezetés, let's go! Nem emlékszem, hogy kell irányítani, hogy megtanítom újra. Jó, de hogy nem emlékszem! Yeah, boy! Istenem, de jó ez a játék! Jaj, de szeretem! Ez a legnagyobb teljesítmény az elsőnek is, hogy csak simán zúzni. Annyira jó szórakozás, hogy bizisten, én rengetegszer elfelejtettem, hogy mi a küldetés. Itt streameltem, emlékeztek az előzőt is PC-n. És elfelejtettem, hogy mi a küldetés, mert csak mentem össze-vissza a házat. Most gyerekek, ki és mennyire van szarul a motion blur-től, mert lehet, hogy ki fogom kapcsolni. Ó, oda menjük, oké. Hey, guys, you might want to get downtown fast. Swing it through Brooklyn. Jameson had you on the ground for the bugle? Still can't believe you. Medjuk fölfelé! Jay is your new boss. Really loving the new regime. És így visszahúzódik a képernyő, hogy a látóhatár, mikor lelassulsz. Csodás! Csodálatos! Oké, én megőrülök. Ezt is nézzük meg a térképet. Oké, oké. Ugyanakkor a kb. Mint az első. Én azzal teljesen jobba tudok lenni. Running down Broadway, yelling nonsense. Kérlek szépen. Settingsben bemegyünk. Nem fogok itt sokat hülyéskedni, de a... ez nagyon... Új, de jó! A motion blur... ott van! Megnézzük, hogy működik, oké, srácok? Kb. Dupla akkora? Jó, oké. They say he seemed angry. Ó, ez nekem sokkal kellemesebb. Paranoid, delusional. Just exploded. Oops, majdnem elrontottam. Hopefully we can calm him down. I've seen people lose control like this. Be careful. Good thing there are two Spider-Men now. Good luck. Thanks, MJ. Might need the new tech we've been cooking up too. No way. They're untested. Okay, ott megy valaki. Kapjuk el. Tudunk-e a helikopteren swingelni? Én azt szeretnék. Gyere ide! Gyere ide, helikopter swing! Nem! Oh shit! Oh shit! Még! Jézusom, ennyi! Ennyi lehet szörfözni, ez a legjobb játék a világon. Nem én... Ez a bevezető intro animációs sorozat és gameplay 10-szer szórakoztatóbb számomra, mint a teljes Starfield 15 óra. Annyira durva. Annyira durva. Én készüljetek föl rá a következő 5 évben, ahol tudom szivatni fogom a Starfieldet, mert annál nagyobb csalódást nagyon rég éltem meg. És ott megy az öreg pókember. Nagyon jó. Hát én ezt nagyon szeretem. És bejön a homok effekt. Very handsome. Ja, hogy így? Aha, oké, okay, oké, okay, és akkor megállok. Jó. Marco! Hát annál bármi jobb. Én... Oh, shit! Oh, de úristen, de menő! Opa, bocsánat, nem figyeltem oda rá. És felestem a falon. Hát ez fantasztikus. Oké. Okay. Hello! Rohadt jó! És mit kéne csinálnom? We gotta stop him, quick! Maybe he's hungry! Na mi? Ja, bocsánat, rossz gombokat nyomok! Fuck you! He's winding up, bro! Hoppá, oda kéne figyelnem a játékra is, oké, kicsit hátrébb megyünk. How much sand hurts! Jó. Nagyon jó, így van! Let's send that debris right back to him! Nagyon jó, és akkor most miért megyek még így, még ilyen közel? Dodzsolom, dobom, nagyon jó. I got an idea! Fuck you! Ezt nem gondolta át teljesen az ügye. Mondjuk a homok az nem annyira lehet. Still angry after all these years, Marco? Nehéz a pokembernek. Just try yoga!
Must be more of a Pilates guy. That was your idea? Oh, that was you. Okay. A good one. It was supposed to be a normal day. I teach physics. I have awkward conversations in the teacher's lounge. Kurva menő, tudom, hogy nagyon scriptelt. Jaj, a jó quick time eventeket nem tudjuk elengedni. Spider-Man, think you can sign for this delivery? It's coming in hot. I'm there. Whoop. Hova megyek? Jó, oké. Okay. Kirobjuk az ablakot. Hát ez egyszerűen csodálatos. Mini Marcos? Mini Marcos, most jön a combat tutorial, gyertek ide, azt már nem emlékszem, hogy melyik, csak azt tudom, hogy így van, ezt kell ütni és dodzsolni kell. Annyira örülök, hogy... Hoppá, igen. Annyira örülök, hogy a Batman Arkham széria az tovább él a pókemberben. Nagyon jó. Nem tudom, hogy ti mennyit láttok ebből. De én céltudatosan dobom, hoppá! Céltudatosan csinálom, de nagyon nehéz úgy tenni, mintha ezt kiszámítanám, mert a játék azért erősen játszik helyettem. De ez kurva menő volt, úgyhogy igazából nem érdekel. Úgy általában ezt a koncepciót még nem látni szemben tudom, de nagyon sok kicsi szemben lesz belőle. Oh shit, here we go! Okay, aha. Fuck you! Ez a megnyerjük a játékot című gomb. Attack and defend or recharge ability in spider barrage. Once we recharge it, we use it again. Okay. It worked? I mean, I'm just... Woohoo! Right now. A emberekre a rádobása a tégláknak az egy kedvencem. Amikor 40 különböző képességet van, akkor is ez a legmenőbb. Hopp! Gyertek ide! There. How you holding up? Get out of here! Man, am I getting expelled? Yo, okay. Hey, you're just cutting class. I abandoned students. Oh, it's not. It's all back in Dobby. Jaj, de jó. Ez az egyetlen egy dolog, amire szükség. Ott van. Gyertek ide. Hát ezek el jóban meg lehetünk fogva. Ismételten csak, hogyha az arc homokból van, akkor szerintem annyira nem lehet nehéz elszabadulni tőle. Jaj, de örülök! Sandman! I always hated that name. I know you're angry at me! This has nothing to do with you. Leave me alone! Neki is ilyen... Neki miért van ilyen modern frizurája a Sandmannek? Hagyjátok már ezt abba, ez egy 50 éves férfi. Hopp! Konkrétan lehúzzuk a WC-t, nagyon adom. Nagyon adom. Behúznak minket a homokban, ez egy ilyen tradicionális rémálom. Oké. Okay. És most kijövünk. BAM! Nem, kihúznak. Nagyon jó. Szilikózis az erősen. Jelen lesz a jövőben, én úgy érzem. Borob, köszönöm szépen a 9 hónapos subscription. Megszületett a Borob gyerek. Oké. Okay. Akkor kedvedért most megint megpróbálom megpofozni, és nem ámulni és bámulni. Hoppá, a grafikán, hanem... Hoppá, gyere ide! Fetch! Yeah! Megkaptuk már az irányítását. Fantasztikus. Na jó, megint közelebb. Fuck you! Azaz! Take your shot! Hopp, rapidly press! Pressing! Woo! Nagyon jók az új képességei a Sandmannek. Hoppá! Megint nem vettem észre, mert nem volt a karakterem. Hoppá! Bent a képernyőn, jó? Mit kéne csinálnom? Már mindegy, megyünk körbe, aztán hátra lesz valami lehetőség. Hopp! Jó, megyünk még tovább, nagyon adom. Ja, super!
Jó, oké, elfelejtettem, hogy ez előzőleg nem sikerült. Most gyerünk! Erről van szó. Rapidly strike that bitch! Erről van szó! Hát ez csodás. Oké, most mit kéne csinálni? Bam! Most a vállát is kiütjük. Jó, most őt is elkapjuk. Hú, de messze megyünk! Jézus várjál! Jó, ez kurva menő, és most visszaszinksotoljuk magunkat. Nagyon jó! Hát nagyon kimaxolják az első cutscene-ek során itt a képességeket. Hoppá, kiül, hírán nincs kéne, oké. Yankee, you there? Dude, this is nuts. I know, man. But listen, we need a big water source by Wall Street. Well, let me check the grid. Yo, fire, dude. You too, Mr. Parker. Will do. Okay, akkor most mit kéne csinálni? Wait, what? He knows? Yankee knows all. Nem, most nem engedi lőni őt. Szépe, hoppá! Knew I never should have taught at a gifted school. Nem engedi lőni őt. Azt meg nem figyelek oda. Mindig, amikor kikerül a pókember a képernyő szélére, akkor annyira elvonja a figyelmemet. Az új ember a képernyőnkön, hogy... Nem tudom, mit kéne csinálni. Fire web shooter, azt akarom. Nagyon jó. És most megint rapid strike. Nagyon jó. Én 32 óra alatt itt latináztam. Az egy teljesen korrekt játék. Engem elkezdett irritálni, amikor már nagyon sokáig tartott a játék. Az Odyssey meg az Assassin's Creed kezdte el ezt a 108 óra végigjátszani a játékunkat, tehát 106 óra baszott unalmas. Jó, megyünk feljebb, megint az arcát kell megütnünk, szerintem ott. Megint eldodzsolunk, így van. Jó, elkapjuk. És rapid strike. Rapid strike, hopp, nem, miért nem sikerült a rapid strike? Ja, mert rosszat nyomok, szirmai! Miért nem így? Hoppá, az az nem. És most kell nyomni a rapid strike-ot. Jó, még egy és meghal. Úgy van. Hey! Jön a különleges képességünk. És átlepik a fejét. Hibán. Szerencsére egyetlen nem grindja a plet. Azt nagyon örül, azt örömmel hallom. Milyen szar lenne, hogy mennél be is? Ez a város élhetetlen, gyerekek. Bárhol, ahol egy darab szuperhős van, ott az már egy élhetetlen hely. Oké. Okay. Jó, ezt is ledodzsod, gyere! Kurva menő, minden nagyon menő. Jó, mondjuk itt kihúzzák az összes lehetséges bulit. Gondolom, hogy meghozzák a kedvedet a játékhoz, de kinek kell meghozni a kedvét egy pókember játékhoz? Sok szempontból a játékipar csúcsa ez a mechanika. Spider-Man? Megint itt van a kiöregedett dubstep DJ Sandmanünk. Úgy néz ki, mint a halottás. There is no other way. Oké, Venom punch! Ott van, nem érdekelnek a szuper képességek, dobálni akarok dolgokat. Hopp, ott is megint, gyere ide! Nagyon jó. Hol vagytok még? Oké. Dodge range attack. Igen, ezt tudjuk. Hopp, gyere ide. Jó, szépen, hopp. Gyere! Bam! Nagyon jó. Láttam megint valami eldobhat. Úgy azt is látom. Hoppá, bocsánat, nem figyeltem oda. Focus bar. Healing using full focus bar. Oké. Jó, healek, tessék, de most én ezt akarom letörni. De jó! És elmostuk őket. Hát én ezt imádom. Jó. Where are you, Pete? What up, bitch? Hát ez nagyon jó. Oké, jó, tudom, játék. Így van, azzal kell kiszűrni magunkat. Mi történt? Okay. Keep it moving, Miles.
Azt is nagyon élvezem, és ebben jók ezek az új játékok, Marvel Pokémon játékok, hogy nagyon sokszor érzem magam póknak is a játékmenet közben, amit elkiderít. Oh, ne rinyáljál! Igen, hopp! Na most mi van? Finishers a devastating it, full focus bar, oké. Okay. Focus by attacking, dodging enemies. Oké, okay. Aha! Fifth! Heismic Slam! Gyere ide! Why couldn't Marco just make fancast? Ott van valami, amit eldobhatok! És vizes plakon annyira jól ki van találva! Ma! Everything okay? I'm with Pete! I know! You're on every channel! I'm heading downtown to help coordinate resources and supplies. He's Genki coming. Gyere ide! But I got this meeting with my counselor later, and the principal thinks that I'm... Listen, I can talk to your principal, but New York needs you right now. Coolest mom ever. Oda megyünk. Ó, le tudjuk húzni, gyere ide! Ez az! És azt is! Like Ma said, ó, nem hagyjatok, le akarok húzni. Venom punch! Na, mégis, ja, bocsánat, igen. Oh! Nagyon jó! Jó, dodzsolni is kéne, tudom. Tessék, dodzsoltam, gyere ide! Jaj, ezek a finisherek a legjobbak az egészben. Olyan mondom, jó van. Nagyon nehéz lehet egyébként úgy megcsinálni ezt a játék, ezt a küzdelmi mechanikát, hogy látványos legyen és szórakoztató, viszont ne helyetted játszon a játék. Nagyon-nagyon nehéz balansz. Hopp. Jó, gyertek ide. Mindig azt mondom, hogy gyertek ide, miközben megyek hozzájuk. Hopp! Hopp! Venom punch! Ez nagyon jó. Hatásod, hopp. Van valami, hopp. Jaj! Basszus, mindig akkor kezdek el megfogni valamit, amikor éppen rábülnek. Na! Water tank! It's his now. Kicsit már elvesztettem a rálátásomat arra, hogy történik. És jól látom, hogy a homokot megégettük, és ezért üveggé változott egy része. Did we do it? Tudom, mondtad, hogy nem akarod végig streamelni, de kijátszani mindenképp érdemes, egyik legjobb Spider-Man média lett. Ben, abszolút szóba nem jön, hogy ne játszam ki. Én nagyon szeretem az elsőt is, én ezt biztosan ki fogom játszani, hogyha fele olyan jó minőségű. Valószínűleg majd nehezíteni fogok, mert itt azért úgy, hogy dumálok és röhögök, és mit tudom, mi faszom, meg így is átjutunk rajta, majd meglátjuk, hogy mennyire nehéz. Az előzőt azért nehezítve játszottam, egy idő után, főleg amikor megvannak az összes képességeid, akkor már rendben egyszerűvé válik a játék. De ezt még megnézem, de biztos, hogy játszani fogom. Érdekel titeket, én öröm, ezt streamelek belőle még. 7 napja jelent meg, és kikattanyáztam, nincs életem. Szerintem te van életed, csak ezt akarod csinálni vele, amivel semmi gáz nincs. Ne engedd, hogy meggyőzzenek róla. Oh, shit! Már repülünk is. Ne engedd, hogy meggyőzzenek róla, hogy ez nem egy jó hobbi. Én tudok paplanyá elnyőzni, képzeljétek, tudjátok, hogy én tudok olyan? Think he just did. Na, csak nem dodzsolni kell. You ASAP, Miles? Yeah, I see him all right. I'm right behind you. És egy tornádó? De miért minden? Opa! Miért mindent egyszerre lő el ez a játék? Hát ez netto egy játék végi boss. Marco! Innocent people are in danger! You care about them, but not me. Oh! Yo. They wouldn't listen to Marco, but they can't ignore Sandman. Jó, jövök, hopp, felfelé húzódok. És most mit csinálok, hogy csak megnézzük? Azaz. Bitch! Megint 41 ére ez a muslica, az meg repül az arca felé. Ez eddig nem jött be, öreg. Miért csinálod újra? Látnád, milyen lesz a játék végig bossnak? Kíváncsi vagyok. Mars. Nincs, de gyerekek, ne spoilerezzetek arra, figyeljetek oda. Újabb... Any ideas? Tradicionális Marvel-féles semmi emberek. Üvegé válnak?
Vagy ez valaki más, az Elektro? Class is back in session. Why? Na jó, use a full focus bar to finish, ezt már megtudtuk. Oké. Gyere ide. Marco Storm is generating a lot of electricity. Oh, double up! Love it, és most ketten vagyunk. Nagyon jó. You turn up the voltage. Move your right. Let when I shot the mini. A plus. You absorb enough energy. I'll shoot it right at it. Lightning? Can you handle it? Jaj, de nehéz követni, hogy melyik vagyok én egyáltalán. Vagy a rutin még megvan, úgyhogy kb. Vágok. Ó, oh, ott azt ne, azt el akartam kapni! Gyere ide! Oh yes! Imádom a dupla harcokat. Remélem, hogy lesz még több. Ott van, ez az! Nagyon jó, mindenki megéget, hát ez fantasztikus. Jaj, húzd le! Ott valamit másod kell csinálni? Ja, kocka, azt nem látom. Igen, ezt is megcsináltuk. Csodálatos. Kicsit elkéstük vele, de legalább itt vagyunk. Na, van másik támadásunk? Nem? Ugyanazt csináljuk, mindig megfektetjük. Remélem, hogy lesz több ilyen kompó. Hajde, barázs! Okay. Now we're never Spider-Man. Jövök. Ja, igen. Na most csak nem megint az arca felé fogunk repülni. Hopp, ez ne, valamit rosszul csinált. Ja, mert így kell. Értem. Woohoo! Okay, most fókuszálok. Ez az... De megint az arc felé repülünk. Fúj. És most megcsapott minket a villám. Ki lett ütve a Peter 41-szerre. Hú, ez várjátok egy gázkonténer, akkor itt lesz egy robbanása. Megkapja az áramot, Miles attól jobban érzi magát, és azt mondja, hogy gyere ide. Kicsit hosszú ez a intro harc, meg kell hagyni. Yeah, combo! Yes! Oh, yeah, mit, igen! Oh, yeah! Két pókemberből Thor lesz! Nagyon menő! Aki elszpoilerezik a játékot, az megérdemlik a bant. Igen, itt van a cheese! Ha bárki hülyeséget mond, akkor nyugodtan dob ki. Vagy legalábbis kusoltasd rá egy órára, vagy valami ilyesmi. I have sand everywhere. I hate sand. It's coarse and rough. Gets everywhere. Marco, it's gonna be okay. I haven't been okay for a long time. If you need help, all you have to do is ask. Cheesy-nek a szemese rebben. M. Hajnal, csak szólok, nagyon örülök, hogy itt vagy, és üdvözlünk. De a szóviccekért 5 percben. Kivéve, ha nagyon jók. És ezt elengedtem, mert ez kemény munkát igényelt. De szóviccek az én chatemben csak, hogyha kifogást adok. Na. Jön a Ben bácsi. Dick Cage! Stop! Most megint visszatazunk 6 hónapot, és itt van Morbius. Figyelj, nem ez Kraven. Ez Kraven the Hunter. Ezt láttuk már. Dick Cage ez az oda, ki lett rakva. You grow slow in your old age, Sergei. Igen, ez az, amit már láttunk. Most jön a Venom. A fate you will not share. Oh,
Annyira kíváncsi vagyok a Kraven filmre, hogy, hogy hány embert fogja megnézni, szerintem garantálom, hogy maximum 5. Lesz Nessai a közös videó? Én szerintem igen, mindenki nagyon szeret minket együtt. Úgyhogy én abszolút nyitott vagyok rá. Nézzétek, én egy nagyon elfoglalt ember vagyok, és lófasz vagyok a Nessaihoz képest, szóval ha készüljetek föl. De én simán benne vagyok. Sir, perhaps a new hunting ground. Prowler, Wraith, Tombstone, Sandman. Nem tudok, a Sandmannek a frizurája nem tudok túlkerülni. De látjátok, hogy mennyi szuperhős és ellenség van ebben a városban? Bazd meg, én szerintem csak azért élnek ott emberek, mert 30 forint a rezsi. Ki az Isten élne egy ilyen nagyvárosban? Szerintem is jó volt Dick, és ne aggódj, csak vicceltünk. Hölgyeim és uraim, ez itt a Spider-Man, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ez volt az Early Game, remélem, hogy tetszett, nem hülyeség. Nessai, valami közös rap párbaj? Megijedtem egy pillanatra. Azért én nem streamelek sokat, de a 43 perces stream, amiből 10 perc intro volt, az azért még tőlem is túlzás. What up, Miles? Ja, Istenem, a tetves mobiltelefon. Te irritál. Pete, you seeing this? Lakásárak is alacsonyak lehettek? Én abszolút úgy gondolom. És nézd meg! Netto egy teljes kerületet elárasztott a homok, totálisan érhetetlen. Hold on a sec, Miles. Miért nyög, amikor egy robot emeli helyette? I got it. You're gonna be safe. Ti nyögtök, amikor turmixoljátok a reggeliségeteket? Yeah. Ilyen hibákat fog találni ebben a játékban. Derékból emel, mint egy igazi erőember. I'm gonna try a workaround. Ja, a lába alatt viselj és sújt. Oké, fair enough. Akkor ez se hiba. Na jó, van, akkor oda megyük és megverik az összes túlélőt. Gyertek ide. Right before the app went down, I saw a request for help at Liberty. Az öreg gang! Oké, show objective. Woohoo! A mess! Marco, what got into you? Nagyon adom, hogy tényleg így mutatják, hogy milyen egy város egy ilyen támadás után. Csókolom! És így azt hittem, hogy így kikúrja a homolat. Nagyon inkonzisztens, hogy milyen erős a kukember. Szerintem, hogyha jól meghúzná a civileket, akkor letépni az a kezüket, nem? Igen, itt vagyok, bocsi. What up, bitch? Got a call with the precinct up ahead and the line cut out. We gotta get through to set up triage. On it, chief. Clear the obstruction. Oh, várjatok, hol vannak a túlélők? Szerintem odáig el tudjuk dobni. Ja, kár, azt hittem, hogy meg lehet küldeni. Na gyere! That did it. Na nem mond. Most dobhatom el. Alig várom, hogy benomlegyek és megöljek mindenkit. Van ennek ilyen gonosz végjátszás, ahol egyszerűen elpusztítod a várost? Nagyon adnám! Jaj, de jó volt az Infamous játékok, de jók voltak. That's a big job. How long have you been planning this? Dreaming about it since 7th grade, but planning? For the last 2 minutes or so. És akkor most menjünk oda föl. Woohoo! Jaj, de szeretem ezt a játékot, gyerekek. Bocsánat, ezt elrontottam. Puti van! There should be a launcher around there. What is all this stuff? Environmental study by a new startup. The launcher is for high altitude weather sensors. Mm-hmm. And this startup gave us permission? Miles Immorales. Brutally! Gyerekek, hol? Na hol tartogattátok eddig ezeket a szóvicceket? Hol? Okay, tell me what to do.
jó gonosz végigjátszás, akkor mindig a Black and White-t eszembe, milyen jó franchise volt. Jaj, de jó franchise volt. Kár, hogy csak kettő volt belőle, és a második szar volt. Jaj, nagyon szerettem. Nekem meg a Dungeon Keeper. Na, egyébként, hogyha az EA-t végre megveszi valaki, akinek van két agysejtje, akkor lehet, hogy kapunk Dungeon Keeper játékot. Annak beürülni. Oké, figyeljünk a játékra is egyébként. Neighborhood Data Spot. FRND. Ja, most jönnek a végtelen mini játékok megtanulása. 7th grade me was so wholesome. Azért berosálnék, ha én pókém is így rohangásznak itt a napalon, ugye? Alright, na most mit kell csinálni? Ja, most fogunk megtanulni repülni. Úristen, ez egy Nintendo 64-et idézi vissza. Abba volt a Superman játék, abba kellett ilyen körökön átrepülni, és kb. Ennyi volt a játék. Ja, és most kell... Jaj, ezt utálom a legjobban! No! No! Oh! 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 De utálom! Jaj, de nem szeretek repülni! Ja! Nincs semmi, ami... Amiben kevesebbet játszottam ezen a világon, mint a repülőszimulátorok. Talán az autóversenyzős játékok. Köszönöm, sikeresen ezt az egyenes utat végigvittem. Egyenesen. Trahius, de kétségtel, hogy atyaik. Jaj, de nem szeretem. We did it. Hurrá. Back in business. Na, akkor most mit kell csinálni? Most ezzel level up-olunk. Nagyon jó, végre. Level 2. Adom, hogy a játék egyszerűen nem is ad magyarázatot rá, akkor most tanulunk meg pókemberezni. Nézzük az ability-inket. Spider Barrage! A többi szuper képességünk unavailable! Oké. Okay. És akkor megnézzük, ő neki megvan a Venom Punch! Venom Punch az egy hibátlan képesség. Oké. Okay. Mit tudunk csinálni az a level up-val? Level 2, igen. Open skill tree, nagyon jó. Akkor. Affordable, na, meg tudjuk fizetni a dolgokat. Szóval... You have leveled the earth skill point. You can spend skill points. Köszönjük szépen. Shared skill tree. Oké. Ez nagyon jó ötlet. Pont ez volt a kérdésem, hogy hogyan fogjuk ezt emelgetni. Unique skill tree is van. Értem. Oké. Spider whiplash and attack lifts multiple enemies into aerial combat. Az abszolút szükséges. Abszolút a legfontosabb combo elem. Nagyon jó. Earn XP level, de én... Na mindegy. Oké. Szóval, hogy... igen, L1 és X. Így van. Jó. Ez mindig nagyon fontos feldobni az embereket, a legjobb kombókat azzal lehet csinálni. Megnézzük egyébként a többit. Slingshot launch. Azzal jobban ki tudunk repülni, és akkor milyenek vannak. Web whip, bounce up, air swap, leap of bounce. Jaj, csodás képességek lesznek itt. És a Miles-nak az első képessége, amit meg fogunk venni, az a Venom Dash. Dash an enemy to hurl them away with a burst of Venom. Nagyon jó. Oké. Hát gyerekek, én ezzel meg vagyok elégedve ezzel a menürendszerrel. Nagyon finom az átmenet is. Nincs túl sok lehetőségünk választásra, ami nekem pontosan elég. Pontosan elég. Ennyi tökéletes. És akkor megnézzük az ability-ket és azokat. Spider Barrage és Spider Whiplash. Értem. Tehát ez lesz az, ami az L1 kombókkal... így lehet majd ilyen izéket csinálni. Jó, lift enemies up in there. Nagyon jó. Köszönjük szépen, jó van. Kiri! Köszönöm szépen a subscription-t, és üdvözlünk a Bölcsészklubban! Molnár Andrés, köszönöm szépen a 16 hónapot, nekem most sikerült platináznom Game of the Year. Na, kíváncsi vagyok a Game of the Year-re. Szerintem egyébként a Baldur's Gate mindent el fog vinni. Mindent. De meglássuk. És itt van egy probléma, amit mi megvizsgálunk. Csak nem maszkos fekák. Spider-Man legnagyobb ellenségei. Vagy mindegyik játékában mindig jönnek a maszkos fekák, kb. Az első 15 percben. Oké, na nézz. Gyere ide. Ellencs. Hup! Jó, hogy ezt... Jó, oké. Aha, értem, szóval ez már most tudjuk. Hopp! Bam! Nagyon jó, és oda menjünk. Spider Whiplash! Nagyon jó, és többek is felkerülnek, értem. Ott van, fel lehet emelni, rádob! Nem sikerült, nem baj, oda menjünk. Gyere ide, mindig a lövöldözősöket kell először kinyírni. Hopp! Nagyon jó. Fel, és azt adom, hogy többek is. Hey, I think I'm onto something.
többeket is egyszerre fel lehet dobni, ez nagyon hasznos lesz. Ez más ilyen hamar megkapjuk a játékot. Lelassított a játék, mert mindenki megdöglött. Oké, teljes mértékben elégedett vagyok. Szervusz, Kinga! És kaptunk tech partokat valamit. Oké. Time stopped! Let's give him a warm welcome, Spidey style. Oké, és akkor most jönnek azok, amely, ezekből a cuccokból a felét sem fogjuk használni a játék során. Stop crimes earn tech parts, you can spend tech parts, powerful upgrades. Oké, navigate to the upshoot gadget. Ez micsoda? Fire with, erre, igen, erre, oké, ezek a gadgetek. Multiple enemies in the... Ezek nagyon erősek! Az előző játékban nem tudtuk ilyen hamar felragasztani az embereket a plafonra. Az ugye a legjobb kombó elem, mert nem csak, hogy egy helyre, tehát tisztán látni, hogy merre vannak, de nem igazán tudnak se lőni, se támadni. Tehát mindig a lehető legtöbb embert kell a levegőben tartani. És ezt most azonnal megkaptuk az upshoot gadgetet. Oké. Ja, de ebből mennyi van? Gondolom nem sok. Owned. Jó van, megnézzük majd. Most jöttem a Nessai Reaction modról. Na, nagyon sikeres lett, nagyon örült mindenkinek. Jó, annyira örülök. Baldur's Gate vagy a Zelda nyerve? Egyébként ez... Baldur's Gate vagy Zelda? Baldur's Gate vagy Zelda? Ez egy legitim kérdés, és elmondom neked, hogy miért Maturin, aki 21 hónapja van velünk, holy crap! Köszönöm, Maturin! Baldur's Gate 3 clears nem feltétlenül. Azt mondom, hogy a Baldur's Gate 3 az a legjobb játék az évben. A legprofibb, a legrészletesebb, a meglepő módon legeredetibb. Cserébe a Zelda egy nagyon gyenge konzolon kreált, szerintem példátlan kreativitással egy egészen unikális és soha meg nem tapasztalt játékélményt. Tehát azt mondanám, hogy a Baldur's Gate az hitelesen adaptálta a D&D-nek a szabályrendszerét és játékát és élményét. A Zelda viszont valami markánsan újat teremtett, egy nagyon-nagyon művészetbe hajló egyedi atmoszférával. Valami, amit nem feltétlenül tudok elmondani a Baldur's Gate-ről. Egyik se hiba. Ez két zseniális játék, de én tudnék érvelni amellett, hogy a Zelda kapja. Pusztán azért, mert a művészeti aspektusai szerintem erősebbek, az egyedisége szerintem kiemelkedőbb. Ugyanakkor meg a Baldur's Gate az egy hibátlan fucking fantasy játék, úgyhogy értitek? Új Mario? Az új Mario az nem Game of the Year. Én néztem belőle anyagot, és kurva szórakoztató, és nagyon jó, de egy 2D-s platformernek nagyon ritkán lehet Game of the Year-t adni, az a helyzet. Na jó van, ezt majd megbeszéljük majd, később. Most egyelőre ezt fogjuk csinálni. Oké. És akkor most mit kell? Ja igen, most kell használni az upshootot. Menjél már a francba! És hány upshooton van? Oh shit! Jaj, de jók ezek a levegőbeli kombók a legjobbak. Tudom, hogy fel kéne ugranunk utánunk, de én dobálni szeretek dolgokat. Come on! You've known me for a long time. When have you ever seen me angry? I'm thinking. It was a rhetorical question. That one time we were playing a board game. Nagyon jó. Ez az upshoot, ez egy nagyon-nagyon OP képesség. Ilyen korán a játékban. Get down! Szó szerint. Aj, de jó, nagyon jók a hangeffektek is. Gyere ide! Kapsz egy ilyet is. Nagyon jó, ezeket is megöltük. Zsomen, köszönöm szépen a 19 hónapot! Közeleg a 2 év lassan lehet készíteni a diplomunkát a Bölcsészklubban. Így van, Zsomen! Így van! Na gyere, Zsomen, a kedvedért, mert te is és Maturin is ilyen régóta fel vettük iratkozva. Én készen állok balra húzni a fucking touchpadet. A legszarabb aspektusát a PS játékoknak. Oké. Ez a touchpad, ez borzasztó. Borzasztó érzés, miközben nyomod a gombokat, húzod a kontrollert, és akkor néha kell is simogatni. While the patch is updating, we should widen the net.
let's check in with Miles. Postaládát rongálni nem federal offense? Levelet kinyitni federal offense, azt tudom. Azt tudom. És most switchelünk a Miles-ra. És hát, utálom a telefonappok a legrosszabb része ennek a franchise-nek. She was having trouble breathing. Miles, you busy? What do you need? Get to the roof of that building nearby. Okay. Szeretnék mindenkinek szólni, még mindig a tutoriában vagyunk. Mivel nekem igazából nincs semmi bajom. Okay. Charge jump. Mi? Ja. Punch! Nagyon jó. Majdnem minden punch lesz, amikor Miles-ról van szó, ez a nagy helyzet. You doing okay? Yeah, there's just a lot going on, and I'm hungry, and the vending machine only has those plain low sodium table crackers. Oh man, that sucks. I'll manage. Hey, so I'm finally doing that app upgrade I've been talking about, with a little help from my friends. That's a brilliant pun that doesn't make sense to you yet, but it will in a minute. Igen, up. Igen, dive-olni mindenki tud. De azért értem, hogy dive-olnom kell most. Nem tudom, hogy mennyivel szebb vagy rondább a grafika, mint az egyben. Főleg a PC-s verziója nagyon-nagyon szép volt. Én egyelőre még annyira nem vagyok elájulva. Ugyanakkor ez a játék most még a shader effekteket, meg a fényeffekteket nem nagyon tolja az arcodba. Majd várjuk meg a naplementét, srácok. Az lesz az igazi. Okay, itt vagyok. I'm here. There should be a launcher somewhere around there. I don't see anything that looks like a launcher. Maybe it's under the sand? Under the sand. Under the sand. Igen, és kidévek, és mit kell csinálni? Azt hittem, hogy így fogom a backdraft-tel felhúzni, de nem. Ennyire nem lehet kreatívnak lenni. Igen, ott. Gyere. Nagyon-nagyon Stardew Valley-sen locsolós ez a játék. Okay, I see the launcher. Now what? Now what? You're gonna 3D print a friend. Szeretik a játékok használni a Golden Hour-t, azaz, abszolút. FRND. Legalább most Peter nem kapott kis zsiekfejet? Nagyon sok ember kiborult az interneten, hogy megváltoztatták az arcát, de nekem teljes mértékben úgy néz ki, mint egy átlagos gyerek. Valami, ami bazdmeg, a pókembernek az alaptulajdonsága, hogy egy átlagos gyerek, aki relatíve okos. Tehát, hogy ezt érdemes megtartani, hogy ő neki nem kell milliárdosnak lennie, gyönyörűnek lennie, feltétlenül kompetensnek vagy ügyesnek lennie, bátornak kell lennie és intelligensnek. Ez a pókember. Khajiit! Köszönöm szépen a 300 bites cheers! You still got the wares, Khajiit! Nagyon szépen köszönöm. Akkor most a kedvedért launcholunk egy drón, gyere! Úristen, de utána... Miért ilyen kényelmetlen irányítani ezt a szart? El is rontottam. Okay, local network is connected. Csodás. New crime report. I see. Újabb crime report, gondolom, egy újabb képességet fogunk kinyitni ezzel. Hát akkor nyomjuk, gyerekek. Nem félünk a... Hoppá. Igen, valószínűleg még várnak a naplementébe, hogy igazán látványos legyen valami. Itt vagyok. Csak nem megint, maszkos. Srácok. Gotta move before it gets here. És mindenki annyira ki van baszva. Nem lehet nehéz megtalálni ezeket az embereket. Meg kell keresni ezt a 30-200 kilós embert a városban. Na gyertek ide. Igen, webshootereket már tudjuk használni. Cluster keys? There's a locksmith up the street. Bip! Bip! Hench! Hol van a power punchom? Én vagyok a power punch girl. What if instead of stealing you, I don't know, trying to help rescue people? Miho, are you okay? Yeah, ma. You okay? Oh, magunkhoz húztuk, értem, bocsánat, felrontottam, igen. Oh, jaj, de sokat kaptál ebből! Micsoda megállítása. Perfect dodge, vagy a spider sense turns red. Én alapvetőleg azt próbálom csinálni, amikor oda figyelek rá, hogy dodge-olok. Most nem, gyere, ilyen még egyszer. Gyere. Na, gyere. Here we go. Ott még egy perfect dodge. Na hol van a spider punchom? Big guns? Azaz! Imádom, Miles a legjobb. Miles messze a legjobb. Biotekus a maffia. Hát kávé.
people. All right. Na és most mit kell csinálni? Parry just before a melee attack to stagger the enemy. Oké. Okay. Igen. Mit kell csinálni? Jó, ez a parry. Ah! Oké. Okay. Ott az egyben? Nem tudom, de egészen egy kézzel. I think I like this kind of physics better. Gyere! Spider punch! Rosszat nyomtam. Ne, ja, Venom punch, bocsánat, így van. Shoot the spider! That's bad advice! Here come the exterminators, spider! Na, azaz, oké. Nagyon jó. Van még valaki? Te vagy az, gyere, kelj föl, Venom punch! Annyira viszerális, zsigeri szórakozás ez a játék, gyerekek, hogy ezt nem tudom elmondani. Check it out. Jó, van, ez nem hoztam hibátlanul ezt a verekedést, de ki a faszt érdekel. Swipe le, jó, oké, megint megnyitom, gyerekek. Ooh, home nice chicken, work. Tudtam én, home chicken 14 hónapja subscribe-ol, úgyhogy ezért balra húztuk ismét a touchpadet. Home chicken kedvéért, nagyon köszönöm, home chicken. Oké. Okay. Megyünk. Okay. Nice work on the app. This'll help a lot of people. Thanks. Miles, let's hit these last requests and get back to school. Megyek. Most csak először megvakarom a földet. Forra, merre megyünk? Ja igen, megint elbambultam, megint nem tudom, hogy merre megyek. Itt is vagyok. Ja, igen, erre emlékszem. Save us, Spider-Man! You are our only hope! Na itt kapjuk a shader effekteket, gyerekek. Megjött a grafikai arcoskodás. Na nézzük. Így van. Itt már, itt nem... Ez ugyanitt volt az első játék. Neked hogy megy az edzés? A fogyás nagyon jól ment. Nagyon szépen visszafogytam magamat a megfelelő pozícióba. Gyenge vagyok még, de a... Nem sokáig. You still here, Marco? Gyere ide! Miles, it's MJ. Just checking in. I think I'm finding Sandman again. Did he escape already? No, I'm at the rack. Hoppá, szóval right nem figyeltem oda, oké? Okay. Gyertek ide. I have a hunch. Sit tight. Let me talk to his doctor. Ah, Ariel! Ezek a legjobbak! Pup! Adom, hogy megszűnik miközben. Nyomjuk. Oké, Venom Punch! Na, elvették a Venom Punch-ot, gyerekek! Nem vagyok hajlandó! Kazsit! Köszönöm szépen az 5 community gift szavon! Kazsit! Nagyon kedves vagy, neked szól ez a Venom Smash! Ez Kazsit kedvéért jött létre. Köszönjük szépen a támogatást! Úgy néz ki, hogy kaptunk még egy különleges képességet. Hopp! Yes. Okay. The doctors say Marco's mind is broken. Nagyon köszönöm a rengeteg gipszomat. Mindenki köszönje meg a kasítom kapta. Én addig játszom. Megpróbálok játszani legalábbis. Venom! Punch! Nagyon jó. Protect whatever's in that crystal. But listen, if you can find all the pieces, they say you might be able to make him... Potted plan! Nagyon jó, és most odajövünk, és ez kivégez. Ennyi volt. Köszönjük. Batron, köszönöm szépen a Prime Subscription, de kedvesek vagytok, mennyi támogatás van ezen a streamen. Hát nagyon jó fejek vagytok. Mind megy a malac persébe, természetesen ne felejtsétek el az összes gift sub. Jézusom, Bencétől is jött 5 community gift sub. Nagyon köszönöm nektek is, Bence. Ezzel mind megy a malac persébe, amiből Vibe-ot fizetjük, aki felfutatta a csatornánkat most már lassan 12 000 követőre, ami őrült sok. Illetve, hogyha marad valami, akkor abból új lámpák lesznek, hogy... Ne az legyen, hogy itt ülök, kettesként veletek, kényelemben, barátságban, és a könyvespolcom 10-szer olyan világos, mint én vagyok. Ez a következő nagy projektünk. Nagyon köszönöm a támogatást, srácok. Abszolút nem szükséges. Én örülök, hogyha csak itt vagytok.
De bárkinek, aki bedob a malac belsejbe valamit, ezt annak mindig külön megköszönöm. Hova menjünk ezek után? Olyan boldog lettem ettől a... Donation-től, hogy elfelejtettem játszani megint a játékkal. Na, Szirmai, fussál fel a falra, légy szíves! Nem azért vagyunk itt, itt Epic Gamer Boy stream van, na. Webbings. Mit, hogy, mi volt a Webbings? Az, az, az. Oké. Okay. Jaj, de szeretem! Jó, hogy így kell, aha. Hát ez nagyon jó. Értem, hogy meg akarsz menteni minket, de most hova akarunk menni? Ja, igen, arra. Oké, okay. jövök. Lemászok, bemászok. Nem tudom betörni az üveget, én nem vagyok ilyen... mit mondtatok? Immorális morális? De itt be tudok menni. Nem, itt sem tudok bemenni. Akkor hova, hol kell itt bemenni? Be kell kopognom az ajtót? Milyen szomorú lenne? Pókember! Csókolom! Ding-dong! Bejöhetek! Hú, de nagyon lazák vagyunk. Kip-kop! Nem, ezek szerint nem lehet bejönni az ajtót, pedig nagyon adtam volna. Felmegyek a plafonra. Kristály csekkol. Ja, ja, van valami kristály valahol. Igen, 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 azt mint hogyha említették volna. Csak nem tudom, hogy hol lehet bemenni ebbe az épületbe. Ja, itt, itt, oldalra? Aha, igen, itt, itt, nagyon jó. Oké, itt vagyok. Jóval, kicsit elban múltunk. Megcsekkoljuk azt a kristályt. És még szagolgatni is lehet, gyere, szagolgassuk meg a kristályt. Mmm! Break Crystal! A szükségtelen... Izék, quick time eventeket nem bírja elengedni. Rotate-del, rotáljuk meg, look at, Seems like it holds a part of Marco's memory. Wow. Egyébként tényleg nagyon jól néz ki. Milyen lenne egy magyar pókember variáns? Vörös és fehér zöld szín magyar hordán hozzátartozó díszmagyar ékszerekkel, és nem pókhálóval menne előre, hanem ostorral. Én akarom látni ezt a filmet, csak ki pergős ostor, kilőni, és 3 métereket menne előre. Teljesen jó lenne. Oké. Okay. City tokeneket is lehet gyűjteni. Azokat én nagyon szeretem. Borzasztóan fárasztó volt összegyűjteni őket az előző. Nem, mi volt a legnehezebb? A ruhákat összegyűjteni az előzővel. Jaj, azt mondtam a legjobban. Na gyerekek, új, ismét egy jó érzéki balra húzogatás következik. Megyünk egy következő embert megmenteni. De előtte akkor hogy volt az? Is Mr. Sumita still there? Yeah, he's with me. Trying his dog for you. Ha lehet, akkor már azzal fogok játszani. Nagyon szórakoztató, gyere, felfutunk. De egyébként az, az utóbbi időkben az a nagy helyzet, hogy a Miles Morales sok szempontból átvette a vezetést a filmekben. De nagyon jó filmeket csinál a szegény Spidey-nak, meg azért esik kellik az univerzumán. Na, beakadtam. Na, gyere föl. Hopp, hopp, hopp. Gyerekek, csak nem. Azt hittem, hogy találtunk egy bugot, de nem. Csak nagyon fura a felület. A franc egye meg. Jó, tudom, én ezerszer tudok swing jumpolni, mert folyamatosan ezt csinálom. Nyugi. People need my help. Jóval, itt vagyok, jóval. Rám szólt a játék, hogy fókuszáljak, gyerekek, hát mi ez? Oké. Erjen. Punch. Ó, mekkora kombó, nagyon jó. És nem ütöttem meg vele senkit. Még azt hittem, hogy okos vagyok. Gyere ide. Hopp, 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 erre nem figyeltem oda. Hench! Itt meg magasra, jó, most oda kell figyelnem. De igazából még mindig csak kukákat akarok dobálni. Mi van? Hoppá, ja igen, ő egy nagyobb darab fickó. Hoppá, jó, ó! Oké. Okay. Fejezze a fegyvereseket, öljük meg. Ja, át kell ugrani. Azaz. Na, erről van szó, mert ő... de menő! Ez csak egy darab rugás, de olyan jól van komponálva, gyerekek. Itt látszik, hogy mennyit segít a kompozíció. Csak egy darab árrugás, de úgy volt bemutatva, hogy... Úgy érzem, hogy ez a szívem, lelkem benne volt.
Matyó, jaj, így közben ostorembert kidolgoztátok? Ostorembert full adom. Remélem, hogy lesz ebben a játékban olyan ruha, amiben mi választjuk ki a színeit. Én abszolút megcsinálom nektek ostorembert. Minden további nélkül. Vagy turulember? Nem. Mi az? Puli ember? Nem. Szürke marha! Az egy nagyon jó ellenfél... Az egy nagyon jó ellenfél lenne Pókembernek a szürke marha. Így egy olyan lenne, mint a Rhino, csak... alkoholista lenne. Igen, ez rendben van. És nagyon nehéz lenne megtalálni, mert nem jönnek ki a kocsmából soha. Oké. És akkor ezt kell most így kihúznunk? Így van. Hát ezt lehúztuk, akkor most ezzel nyertünk? Úgy néz ki, hogy nyertünk. Ja, nem, még ki kell nyitnunk az ajtót neki. What up, bitch? Hospital. Jaj, yes! Yes, Jameson! Gotta tell Spider-Man. Na, várjál, izé, még mindig ő a hangja? Vagy ő a hangja? Not my tempo. All right, Mr. Jameson. Let's get you to the hospital. Spider-Man, you gotta come see who the VIP is. Jameson a hátunkon! Megyünk előre, imádom! Mr. Jameson, it's Spider-Man! Hát ez jobb, mint a Sandman harc. Hát ennél szórakoztatóbbak, hey, mert felmegyünk. Zuhani is? What? Nem, zuhani nem engem. Spider-Man! Nem ő a hangja. Okay? Help! I've been abducted! No, nem az igazi a hangja, de nem baj, nagyon adom így is. Mass criminals kidnap beloved newsman! Some things never change. Just be nice to the doctors. Woohoo! Kár, hogy nem lehet vele zuhanni, vagy megtámadni közben valakit. Megtámadni valakit a Jamesonnal! Őt bokájánál fogva lóbával leküzdeni a gonosz. They kidnapped me! I did not consent! Menaces! I'm surrounded by menaces! But J. Jonah Jameson is not going anywhere, you hear me? A Baldur's Gate 3-ban szinkronizált J.K. Simmons, tényleg? Ő egyébként nagyon sok játékban szinkronizált. Ő relatíve gyakran szinkron színészkedik, meglepő módon. Úgy néz ki, hogy élvezi. Mr. Parker, where are you? Principal Evans. Hi. Yes, this is me, Peter Parker. I'm sorry, there was an emergency... Simán, és most ketten vannak és mobiloznak. Hát ha valami Gen Z, akkor az ez. Állnak a pánik szélén, és mind a ketten a mobiljukat bámulják. Jó van, ezért biztos mérges lesz valaki, de... Atyaik, úgy aggódok a fiatalok iránt. Ti nem aggódtok, nem azért, mert hogy... Várjál, ezt ki kell fejtenem, ez így értelmetlen. Szóval nem azért miatt aggódok a telefonok és a Gen Z kapcsolatával kapcsolatban, hogy jaj, mindig csak a telefonjukat bámulják, meg ismét. Rengeteg ok van, ami miatt bámulhatod a telefonodat, ez teljesen rendben van. Ami miatt aggódok, hogy konkrétan az egy annyira beszűkült viselkedés és médiafogyasztás, hogy retegek tőle, hogy olyan hatásai lesznek, amiket nem tudunk felmérni. Nem? Nem? Valahogy, tehát én ebben nem bízok meg, hogy ő jót akar nekem. El kéne takarnom, ne lássátok a márkáját, de értitek. Vagy nem bízok meg benne, hogy így az, ó, nem, persze, Bambuda izét napestig ezt a bohóka kockát, és biztos vagyok benne, hogy ez az agyad ugyanolyan állapotban van. De lehet, hogy csak azért, mert öregszem. Lehetséges, hogy a szuper nemzedék az a Gen Z lesz. Én abszolút készen állok rá, a millenárisoknak nem sikerült. Going on vacation? Babákat úgy foglalják le, hogy telefont adnak a kezébe? Igen, de mostában nagyon sok szülő kezd el visszatérni oda, hogy mi a faszért. Ugye, igen, a boomerséget elfogadom. Also, elfogadom. Gone, ez csak az aggodalom szól belőle. Annál nem azt mondom, hogy ezek a gyerekek manapság! Ezek nem játszanak rendes videójátékokat! Mindenki Clash Royale-ozik! Big day for everyone. Nagyon nehéz lenne, igen. Missing out. Oh, man. I can't watch this. But I also can't look away. Principal Evans. Yeah. Guess who decided to show up today? I know this looks terrible. Looks? I'm so sorry. It's more than looks. No, I know. And this is the last thing I want to happen, and it'll never happen again. I've had enough of this. No more excuses. Your job is to protect these students, not to abandon them.
Teljesen jogos. You're teljesen fired. Jogos kritika. Eminem, enni ment, ne, nézzél engem tovább. Abszolút jót tesz. Az átlag embereknek rosszat tesz a mobil használat, de Szirmai Gergelyt nézni a legjobb dolga a világon. Tehát, hogy az egy egész másik kategória. So hard keeping a job. But I'm sure that you're gonna figure it out. Inkább a rajta lévő tartalommal van, az inkább pontosan ezt mondom vastörő. Pontosan ezt mondom, hogy nem az van, hogy ne bambuljunk dolgokat, vagy ne fogyasszunk médiát. Abszolút nem. A végtelen mennyiségű inger, amit a 40 különböző app, 80 különböző szórakozási forma nyújt, én amiatt annak a mentális hatásáról aggódok, de ennyi. Meglátjuk. Az, amiatt már nem aggódok, hogy a Gen Z-ből agyatlan zombi lett, mert szerintem egy kifejezetten kompetens és lényeglátó generációt sikerült kinevelni, akik viszont a halálukat akarják, úgyhogy valami azért még sincs ott minden rendben. Tehát ennyi depressziós még nem sikerült a világnak világra hoznia, mint a Z-generáció, úgyhogy valamivel azért kell foglalkozni, de alapvetően talpra esett. Emberek, én azt tapasztalom. Jaj, na, hát akkor szerintem csak ez volt az intro gyakorlatilag. Ez volt az intro, gyerekek, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, ennyi volt a Spider-Man, jó, oké, megyünk tovább. Sorry about the job. You weren't the worst teacher we've ever had, if that helps. Think I can put that on my resume? Well, listen, there's an open photo call at the New York Bulletin. I just sent a shot in yesterday. It's not much money, but it's money. That's Robbie Robertson's paper. Adom a szegény Peter Parker folyamatosan kihúgyak. Én nem tudom elképzelni, hogy ez bármilyen szuperhős a szegény lenne. Ez valahogy ez nekem nem fér össze. De ugyanakkor elfogadom. Greg, mi van, Trahius? Mi van? Mit mondtam? Rosszul mondtam valamit? Na. Végtelenül eredeti és abszolút nem ismételt poénomra reagáltatok. Oké, fair enough. Na, gyerekek, nézzünk meg, hogy miket lehet fejleszteni még. Azt mondja, hogy slingshot launchot nem szeretném, de az sajnos az mindenhez kell. Ezek gondolom, főleg ezek a képességek a közlekedésre vonatkoznak. Spider jump while swinging a gliding. Igen, tehát ezek ilyen directional yank. Az mondjuk nem rossz. Oké. Okay. Web Yanks, vannak itt nagyon jó dolgok. Abilities are partially recharged when performing KOs, finishers and stealth takedowns. Ezek is nagyon értékes tulajdonságok, de szépen lassan menjünk. Most az első dolog, amire nekünk szükségünk van, az a Miles-nak megvenni a megfelelő képességét. A Venom Dash-t már megvettük, nem, azt még nem. Venom Dash megvéve. Nagyon jó, nulla skill pointunk van. De ez minket most egyelőre nem érdekel. Szervusz, Jeges Maci mindig egy óra késéssel érkezik meg, és mindig beköszön. Ez egy megnyugtató stabilitás érzetet ad nekem a streamjeimben. Szervusz, Jeges Maci. Alright, gyerekek, megyünk tovább. És úgy érzem, hogy most már akkor kicsit megállhatunk és körbenézhetünk. Hoppá, hogyha a Szirmai nem automatikusan közlekedne. Köszi. Szóval, hogy itt vagyunk, és természetesen ez a játék, az első játék soha bűnösebb nem hagyott abba. Úgyhogy oldalra húzzuk a izét. És most fotózni kell New Yorkot, tényleg. Hagyjál már békén! Szóval ez very, very, very unalmas. De, hogyha megnézzük a mappet, ez tényleg elég, most így látom, hogy mekkora egy-egy réteg. Hát, ja, még erre is van. Aha. Nem tűnik sokkal nagyobbnak, mint az első játék. Meg kell, hogy valljam. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy egyszerűen csak máshogy van kroppolva ez a térkép. Így vagy úgy, nagyon lelkesítő. Vettek, nem az volt, hogy csak Manhattan volt az első, ja nem? Nem az volt, hogy csak Manhattan volt? Nem, franc sem emlékszik. Oké. Mindenesetre nagyon tetszik ez a játék elsőre. Hogy Game of the Year, azt el kell dönteni. Meg kell látnunk, hogy hosszú távon mennyi újat tud mutatni az első játékhoz képest. Egy folytatásnak muszáj folytatásnak lennie.
Tehát még egyszer kiadni ugyanazt, az már a Batman esetében sem működött teljesen. Ugye Amerika kapitány Frisbee. Hát ez zseniális. Akkor most megverjük őket? Az ember az ott kopasz. Egyértelműen el kell pusztítani. Oké. Okay. Ja nem, csak lefotózzuk. De miért ebből a szögből, szegény srác? Leveszi a baseball sapkáját egy másodpercre, és mi meg rázumolunk. Hogy tudunk zoomolni? Azaz. Nagyon jó. Még jobban. Várjuk meg, míg pontosan a kopasz foltja a képbe kerül. Azaz. Now to submit and... Robbie, hi! I know this is okay. Out of the blue, but I wanted to let you know I just sent in a photo for your open call. Wonderful. We can definitely run this. I gotta duck into a meeting, but if you find the beating heart of New York anywhere else, send it my way. Úgy lesznek, mintha egy fotós meg tudna ebből élni, hogy egy publikációnak képeket ad el. Ennél irreálisabb dolog nincs. Előbb hiszem el, hogy egy ember falat tud mászni, mint hogy meg tud élni abból, hogy képeket készít. Ugye biztos lesz 10,000 Insta követője, de abból nem, önmagában még nem lehet. Na, megkaptuk a térképet, show strikes at this is 14 districtet tudunk meglátogatni. Annyira menő! Each district, 3 tiers of rewards, fast travel within the district. Scroll over district to track your progress. Hát ez remek! Kicsit jobbá tették a menüt, én úgy érzem, vagy ugye a map menüt. Oké. Okay. Oké, okay. Nagyon jó. Ez valami bazd meg, hogyha a Zelda valami miatt nem az évjátéka lesz, az, hogy bazd meg, abban csak mennyit 4 vagy 5 dolgot lehet egyszerre kijelölni látványosan a térképen, amit bejelölsz, és az egy hatalmas fénynyalábként ott marad a térképen, és végig tudod látni, hogy merre van. 5 darabot. Miért nem 40-et? Nem tudom, valószínűleg nem bírta a Switch. De a Zeldában navigálni kurva fárasztó dolog. Aaron, köszönöm szépen a Prime subscription-t, és üdvözlünk a Bölcsész Klubban, nagyon kedves vagy a támogatásért. A Zelda nem az évjátéka? Én szerintem nagyon közel van. Nagyon-nagyon közel van. Egy fenomenális élmény. Nem tudom, hogy mennyit játszottál vele, ha játszottál vele. Ha nem, akkor szerintem a gameplay-ek nem tudják visszaadni. Nagyon-nagyon jó játék. Én mondom, hogy én régen éreztem magamat ennyire tanácstalannak a Baldur's Gate és az Zelda közötti választásnál. Mind a kettő máshogyan nagyon-nagyon jó játék. Well, look who's in the neighborhood. Hello. Hoppá. Oké, figyelj oda, szívem. Azaz. Megvertük, és akkor ez... Ja, ez ennyi, ez csak egy ilyen rövid assault. Adom, gyors küldetéseket nagyon tudom támogatni. Little Odessa Progress, jó van. Hova akarunk menni most? Itt vannak különböző dolgok, ez például egy Marcos Memory. Senkit nem érdekel, de hogyha gondolom itt most az a feladatunk, hogy aha... Web Grabber. Oké. Okay. Unaffordable, de itt rengeteg dolgot fog tudni még kinyitni. Nem tudom, hogy miért világítanak ezek, hogyha nem tudunk vásárolni, mert nincsenek skillpontjaink, de világítsatok tovább. Ja! Ja, itt valamit akar nekünk mutatni. Nem. Okay. Pontosan nem tudom, hogy mi a mission. Úgyhogy megnézzük. Egyelőre minden jó. Akkor csak úgy furikázunk. Engedd a játék kiteljesedni. Teljesen támogatom ebben. Gondolom azt kell, hogy megszerezzük a megfelelő mennyiségű küldetést, végezzünk el. Így van. I should check it out. Így van, jó van, most ezeket a mini küldetéseket el kell végeznünk, és akkor a játék azt mondja, hogy játszott tovább, ez az! Gyere ide, menj onnan! Nagyon jó. Hoppá, nem figyeltem oda, azt hittem, hogy már van szuper támadásom, de nem volt! Gyere ide! Nagyon jó, oda felmegyek, érted? Gyere ide, hopp! Na, most miért nem tudtam felül menni? Azaz. Jó. És meg akarom nyitni azt? Meg akarom nyitni azt? Ez az. Ja, azt hittem, hogy kinyitok egy csapot, nem baj. Ó, micsoda! Tökéletes! Dodge! Az is megvan. Gyere ide! Szegény pot felmászott. Nagyon jó. Hopp, azt hittem, hogy rá tudunk dobni valamit. Lehetünk, hogy kell így. Jaj, nagyon, ez a játék, gyerekek, ez végtelenül szórakoztató.
Time to check out that crystal. Mi lesz szerinted az évjátéka? Nagyon jó Paul, Zelda, Baldur's Gate, Pókember, de tudom, hogy de valamiért, és ez az életem nagy csalódása, nem szeretitek eléggé a Nintendo-t. Én szerintem előítéletesek vagytok a Nintendo-val kapcsolatban, és ez hiba. Ez hiba. De amúgy megadom, a Baldur's Gate az erős, az erős. Az mellékületéseket jobban élveztem ebben, mint az egyben, annak nagyon örülök, meg geci unalmasak tudtak lenni. Marco thought he was being watched. Jó, höcörgünk egy kicsit a csodálatos kővel. Az a baj, hogy drága is, ezért nincs. Teljes mértékben elfogadható. Megnézem, hogy hogy áll a poll, de én a Zeldára leszavazok. Baldur's Gate vezet egyelőre. Én abszolút. Nem tudom eldönteni. Én szeretném, hogyha többen értékelnék a Zeldát, de igen, akkor nincs szüksége segítségre, mert nagyon-nagyon szeretik az emberek. Nagyon, tehát szerintem a Baldur's Zelda az évjátéka. Tessék, ez a hivatalos és igazán lehangoló véleményem. Szerintem a Zelda's Gate, az még értelmesen is hangzik. A Zelda's Gate az évjátéka. Mert teljesen más aspektusok alapján élvezhető mind a két játék. És nem tudom elmondani nektek, hogy melyik aspektus fontosabb. Átrepülök a folyó fölött! Istenem! Figyeljétek meg, a végén még ez lesz az évjátéka. Annyit veszekszünk, hogy végén kiderül, hogy a pókember nyer. De amúgy a Zelda's Gate. Én a Zelda's Gate mellett vagyok. Na, ide jöttünk, mi van itt? That guy nearly hit somebody. Oh, taxi üldözés. Nagyon jó, gyere ide. Most megnézzük, hogy mennyire. Think you ran a few reds, guys. Hopp, meg is van. No! You ain't taking it! Ezek annyira viccesek, itt is négy embert megölünk, az meg a félre látja a formáját. Na, hát akkor te megálltál. Bitch. Chalk one up for the good guys. Adom, itt sokkal rövidebbek ezek az opcionális küldetések. Nagyon jó. Most nézzük meg, az emberek hogy reagálnak ránk. What up, bitches? What up? Oké, mindenki megy tovább. Senki nem reagál rá? Halló? Valaki mondjon valamit nekem. Vegyetek észre! Lájkoljátok a videóim! Ortodox zsidó bácsi. Okay. Nem, senki nem reagál rá, mindenki teljesen unja. Mi a Spidey Sense? Mit mozog a Spidey Sense-en? Hopp. Ez a srác zsarús nekünk? Pofázol, beszóltál? Úgy néz, nem tudom, valami miért megy. Szervusz, Tucika. Tucika, köszönöm szépen a 3 hónapos subscription-t. Oké, megyünk a Space Suitért, gyerekek, ne féljetek, megyünk. Úgy nézem, hogy most szépen végigvezet a tipikus küldetések sorozatán, ami egy nagyon helyes mód. Most itt vagyok, lehetek most, hopp, ezt mindig átugrom az épületeket, ezt az előzőben is végeztetem. Hopp, mi van itt? Egy új ruha! Nagyon jó, akartam kérni. Azt mondja, hogy you've received a city token. Purchase new suits. Okay. You can also craft new styles from your suits. Craft the styles for the advanced suit too. Hát nagyon adom. Okay. Ja, és ott vannak a stílusok. Kurva jó. Na? Azt mondja, de nem. Én a narancsságát szeretném. Ez az. Én a leggusztustalanabb akarok. Úristen, de ronda. Oké, okay, annak progress, nagyon jó, city tokenekkel fogjuk. Nézzétek, milyen gusztustalan. Ez talán az egyetlen egy szín, ami rosszul áll a pókember ruhán. Szerintem, jól néz ki, szerintem Trahius, szerintem ez az egyetlen opcionális szín. A baba kék bazd meg jobban mutatna. A hupilila sokkal jobban mutatna, de a takony sárga, fucking why? Ugye, hogy jobb? Nézzétek, még ez is jobb valahogyan, pedig ez is elég ízléstelen. Ezek mind nagyon rosszak egyébként. Oké, hát akkor menjünk a sárgával. Nézzétek! Úgy nézzünk ki, mint egy... Hey, I'm headed to your place to drop something off. Is the back door unlocked? Úgy nézzünk ki, mint egy kalipófagyi. Vaníliás kalipófagyi. Okay, cool.
You and Miles get back to school. Hogy hívják ezt? Van az a Solero. Hogy hívták azt a fagylaltot, ami mangó ízű volt és vaníliás? Na, azok vagyunk mi, Solerók vagyunk. Úgy néz ki, mint egy Power Ranger. Nagyon pontos meghatározás. Ők is ugye nagyon pasztel színekbe voltak. Telling your girlfriend that you got fired. Van egy alternatív pókember, akik ilyen színű ruhája van? Hát vele jól kibaszott az élet ez esetben. Repülünk! Imádom. Ez egyszerűen, erre szükség volt. Minden további nélkül. És csak így elhúzom. Jaj, csak, jaj, ne, kérlek ne. Nem akarok senki mással játszani, csak a pókemberrel. Nem akarok mást irányítani. Jó, hát szerelmeskedünk, az is oké. Ez a repülés még a madárpókok se repülnek. Ácsi, kalapácsi! Vannak pókok, amik több kilométerig tudnak repülni. Több kilométert át tudnak szállni. Hogyan csinálják? Gyakorlatilag egy háló ejtőernyőt szőnek, és olyan könnyűek, hogy a levegő felkapja őket, és széllel mennek, ugye széllel közlekednek, megjön a megfelelő erősségű szél, kivetik ezt a háló ejtőernyőt, és ezzel olyan magasra kerülnek, hogy a csökkenő légnyomás hatására fent tudnak maradni a felhőkben. Sokszor napokat fent tudnak tölteni, nem akarom mondani egy heteket, de rengeteg, több napot fent tudnak tölteni a felhőkben a pókok, hogy aztán egyszerre leessenek. Ezért van az, hogy ez egy létező dolog a pókeső, amikor egy helyre, ugye hirtelen nagyon lecsökken a légnyomás, ugye találkozik a meleg és a hideg front, leesik az eső, vele a pókok, és hirtelen, ez Ausztráliában van azt hiszem, kijönnek a farmerek, és ugye háló borítja a földjüket teljes mértékben. Biztos láttatok ezeket a képeket, hogy így mindent hálók borítanak. Na az azért van, mert kvázi leejtőernyőztek a felhőkből a pókok. Ez egy létező dolog, bazd meg. Ennek a planétának a természete csodálatos. Sárkány repülőznek, technikailag igen. Paplan elnyőznek, hogy szópszerűk legyünk. What's wrong? I got fired. You were so excited about this job. I know. I had the whole semester planned out. Next week, we were gonna make a potato-powered helicopter. Oh! I'm so sorry. Nagyon adom. Peter Parkernek remek karaktere van. I might be joining you in the unemployment line. Jonah already cleaning house? Sort of. He's instituting a radical meritocracy. Milyen oltás lenne, hogy a multiverzum pókemberek is így érkeznének a műveleti területek, én nagyon adnám, Brooklyn. Nagyon-nagyon adnám. Oh, well, you'd be fine then, because you're the best reporter they have. Ez egy egészséges párkapcsolatnak tűnik, nem tűröm, valaki sértsen meg valakit. Unsold some Cariot books. Running out of storage at my place. But you got great reviews. I sold 14 copies. Nobody wanted to read about some Caria. The Bugle is the biggest outlet in the city. I can make a difference there. But if I get fired, I don't know what I'll do. Do you even need the Bugle to do what you want to do? I tried most making most an impact on the outside and... Megyünk Mary Jane-el a hálószobába. Nem, Dick Cage, ez rossz volt. Dick Cage, ez rossz volt. Ez rossz volt. Ez nem jó. Nem szabad. Nem tudom, hogy miért nem szeret a szóvicektől, valamiért idegbajt tudok kapni. Pedig én rendszeresen csinálok, rendszeresen szóvic... Mondjuk én inkább szójátékokat használok azért videóimban, mint sem szóvicceket, de azokban is relatíve sok van. De valahogy nem tudom, nem hallani őket nem szeretem. Nem baj, Dick Cage, téged viszont szeretlek. Na, mutassuk meg nekik, hogy ki a menő, és most elmosogatunk. Nézzétek, itt hagyja, bazd meg, mosogass el! Csak azért, mert te vagy a férfi, nem az ő dolga a takarítás. Gyerünk, nem akar. Látjátok, nem akar, ellenkezik. Ez egy Peter Parker egy alfa. Ő egy igazi alfa. Felveszem a paradicsomot. Fúj. Rothadó banánnak nincs nagyon rossz szaga. To be honest, I'd like to take some time off, but I can't really afford to. És most komolyan kivisszük a... Komolyan elvisszük kidobni a... Hát ez... Na jó, ezt nem gondolhatjátok teljesen komolyan. Mondjuk adom, hogy legalább tudunk csinálni valamit, miközben ők beszélgetnek. Peter, figyelj ide.
Nehéz helyzetbe kerültél. A párkapcsolatotok megszívhatja, hogyha nem tudsz eredménnyel támogatást garantálni a jövőre nézve. Úgyhogy a következő a feladatod. Nem, ilyenkor nem azt kell csinálni, hogy megpróbálod meggátolni a barátnődet abba, hogy segítsen, abba, hogy esetleg változtasson az életén a krízisre reagálva. Nem ez a feladat. Elvesztetted a munkád, ő felajánlja, hogy segít, és megpróbál változtatásokat eszközölni, hogy túljussatok ezen a katasztrófán. Ne kezdj el pofázni, hogy ő mit csináljon. A te feladatod új munkát találni a lehető leggyorsabban. Annyi ilyen dialógust hallgatok végig filmekben, amiktől idegbajt kapok, hogy van egy probléma, amit ketten próbálnak megoldani, a nő készen áll rá, hogy jó, rendben, semmi gond, akkor ketten ezen túljutunk, ő így adaptálódik a megoldás irányába, a srác meg leragad azon, de én nem kérhetlek meg erre, nem teheted ezt miattam, shut up! Foglalkozz azzal, hogy te is mitigáld a problémát. Annyira ez a szarrágó, bocsánat kérős attitűd, ez nagyon nem segít senki. Biztos vagy benne, hogy a hölgyek alá tudnák írni. Úgy általában az életre igaz, hogy a tetteink 10-szer olyan erősek, mint a szavaink, úgyhogy inkább a tettekre kell fókuszálni. Tidy up the house! Ennyi! Köszönöm szépen, akkor pakolunk. Gyere! Hey, so have you thought any more about moving in? Ezt úgy mondod, mintha valóságban nem lennének ilyenek a kapcsolatok. Nézd, én nekem ez nagyon rendszeresen oda kell figyelnem, hogy ne égegessek dolgokat. Rendszeresen. Én is abszolút készen állok mindig megpróbálni manifestálni az eredményt a verbális kinyilatkoztatással. Ez egy szar szokás, amivel évek óta küzdök, de abba kell hagyni kétségtelen. Na, azt felkapjuk? Az micsoda? Oh man, I've been wanting to play this. Speed Nonagon. Speed Nonagon? Momagon? Mi ez? Luke? Nonagon, oké. Okay. Király. Ezt nem értem, ez biztos valami utalás. Itt vannak a... Mennyivel tartozunk? 4000? 4040-4400... Íha! Íha! Investigate. Hát öreg, azt investigálhatod, az attól nem lesz kevesebb. Csak... Oké. Okay. Srácok, ez egy interaktív stream. Úgyis mindenki már látta a Nessine-nál a játékot. Brokember! Brutally remek! Remek elfogadva! Elfogadva a szóvic megállja a helyét. Srácok, próbáljuk megoldani. Próbáljuk ezt megoldani. Pókember. Pókember másfél millió forint tartozása van. Nincs munkája. Pénzt kell szereznie. Úgy kell pénzt szereznie, hogy nem szegi meg a törvényt, tehát nem rabol ki embereket, mert pókember, és nem jöhetnek rá a civilek, hogy ő, aki civilben dolgozik, ő a pókember. Értitek? Hogyan tudná ezt megoldani? OnlyFans. Tökéletes! Én, öreg! Á, öreg! Pókember OnlyFans milliárdokat keresne. De most ne adjuk el azonnal a testünket. Fizetőssé tenni a pókapot nem rossz. Tony Starktól bármikor lehet kölcsönt kérni, de az nem oldja meg hosszú távon a problémát. Ugye, ami volt az a rémi filmekben, hogy elment boxolni, az nem rossz, csak nem szabad hálót használnia, kicsit felpofoz mindenkit, de nem túlságosan látványosan. Mondjuk az nem, az feltűnő, mert hogyha megjelenik a semmiből egy gyerek, aki agyonver minden profi boxolót, az gyanús, úgyhogy az nem jó. Mi az, ahol tudna sok pénzt keresni a képességeivel, úgyhogy nem derül ki róla, hogy ő a pókember. Csináljon vicces videókat az interneten? Egyébként bazd meg merch! Spider merch! Fucking spider merch! Akrobata parkour se rossz, nem rossz. Akrobata vagy parkour. Cirkusz az nem rossz, oké. Okay. De a cirkusszal nem tud sok pénzt keresni, az a baj. A cirkusz az nem egy nagy pénzkeresési lehetőség.
merch szerintem. Képeket készíteni magáról is eladni őket. Igen, de mondom, mostában már nincsenek, nem, és nem olvas senki újságot. Kaszkadőr! Kaszkadőr! Remek! Kaszkadőr sokat keres, és rá nem jelentene veszélyt. Kurva jó kaszkadőr lenne. Igen. Igaz, igaz. Elmegy a Red Bullhoz extrém sportolónak. Nem rossz. Nem rossz. Oké, okay, oké. Okay. Van egy pár opciója. Ez nekem tetszik. Menjünk tovább. És értem, hogy láttam, hogy valaki írta, hogy ő most látja először, úgyhogy haladni fogok a sztorival. Most egyelőre takarítunk. Az izgalom a tetőfokára hág, és lekeverünk neki egy pofon. Nem? Hála Istennek! Hála Istennek, ez nem opció! Yeah, I need to donate it, but not just yet. What are you looking at? Alpinista, remek! Remek ötlet. Man, I haven't seen these in a while. Jó, megnézem, examinálom a fotókat. Nézzük meg a fotókat. I think that was in my bedroom. Why did you take a picture of that? Balance. What does that mean? I wonder if this is still there. I'm gonna go take a look. Ez egy nagyon fura rész a játéknak, de értem, kapcsolatot kell építeni. Megyek fel a szobámba, ugye? Most az kell? Így van. Nem tudsz egy kicsit gyorsabban menni? De fizikailag képes vagy egy kicsit gyorsabb menni. Oké, okay, itt van a, nem ez a fürdő. Itt van a szobám, ez a szobám. Mekkora szobá? Ez ugye jó, ez a szülők szobája. Fúj! Fúj! Mit mondtál? Mit mondtál? Fúj! Értem! Értem! Értem, hogy az... Értem, hogy emlékeztet mély nénire, de ezt máshogy is meg lehet fogalmazni, mint hogy mély szaga van, bazd meg. Fúj! Stop it! Where was that hole again? Ezt... Nem egyszer felt... nem, ezt, be se fejezem ezt a viccet. Ezt a viccet nem fejezem be. Oké, okay. Itt volt mögötte, igen. Spider-Man, is he a threat or a menace? Our phone lines are open. Menace, definitely a big bad menace. Tök mindegy, hogy melyikféle mély néni ugrott be, az ő családtagja, az ne szagolgassa. What was that? What was what? Peter. Oh, I thought I heard a rat in the wall. Hey, what's wrong? Nem, XY, nincsenek szó viccek, ez most egy érzelmes pillanat. Mély értelmű pillanat, értelek. When I was your age, I was head of the debate club, captain of the soccer team, and second violin in orchestra. Damn! Every year, I wanted a new feather in my cap. But when I tried to add honor roll student on top, I fell apart. Instead of being good at a few things, I wasn't good at anything. So, fontos tanulság. I scaled back. Ez így van, mélyen szántó gondolatok, álljatok le! Álljatok le! Ne, de hagyj egyek ki magukat. Egy szóvic, hogyha benned marad, az sokkal rosszabb. Az olyan, mint egy... Egy verbálisan kreatív böfögés. Okay. Nem szabad lent tartani. Come on. Milyen szépen szinkronizáltan rajzolnak. Én... Ez egy nagyon fura jelenet volt. Szerintem nem azt a hatást érte el, mint amit szerettek volna. De, oké, okay, megyünk tovább. Az első játék se a MJ-s sztorikról volt emlékezetes. Oké, okay, most már kiléphetünk ebből a tetves lakásból. Raph's moving a couple of inmates to Ravencroft tomorrow for evaluation. They say who? No, but I'm gonna find out. MJ! Na végre elrabolták! Whoa. Doctors haven't cleared me for MJ hugs yet. Sorry.
Harry. I missed you. I missed you too. I heard about May. I'm so sorry. He's back, yo. So how was... Hol volt? Ja, Európában tanult, tényleg, igen, emlékszem. Na végre visszajött, hogy jól felpofozhatjuk. Alig várom. Is it the same thing your mom had? It was. Past tense. We think it's in remission. Harry, this is... I can't believe it. You look great. Miért van az, hogy a fiúknak tök jó a haja, de MJ borzalmas? Na, ezt észre sem vettem. A fiúknak elfogadható haja van. MJ-nek mi a baj a hajával? Tök sok van belőle. Az nem az a trükk, hogy nagyon sok legyen a hajadból, nőként? Ja, mondjuk elég, igen, előről nézve nincsen jól megstilizálva. Tényleg olyan, mint egy rálapították volna. Hogy vörös gyökérkenyér! Kikérjem magamnak! Annak ellenére, hogy igazad van. Nagyon örülök. Nem akarom azt mondani, hogy a vörös gének azok egy hibás elváltozások. Vagy hogy a vörös hajú emberek gonosz emberek. Ezt nem szeretném így kijelenteni, de sejtem is értem, amiről beszélünk. Is that my old bike? Nah, I found it on the internet. It's a close match though, right? Miért hagyod, hogy egy sánta gyerek emelje egyedül a biciklit? God damn it, Peter, legyen már egy szuperhős. You sure this isn't my bike? You ready? Jaj, ne, és most beindult a gitárzene, és együtt, és figyeljétek meg, hogy kacarászni fognak, és bohókázni, és megpróbálni megelőzni egymást. Jaj, Istenem, hagyjál már! Lelökhetem a nyomorékot a bicikliéről? Most meg gonosz Peter Parker szeretnék lenni. You have more energy than I do. So, tell me everything. What's been keeping you busy? Just substitute teaching in between getting fired. I've also been tutoring a high school kid. He's... Ooh, lehet ollizni? Nem lehet ollizni. A francba pedig akartam, ollizni akarok. Lehet egy keréken menni? Nem lehet az se. Hát ebből is látszik, hogy a GTA 3 San Andreas az mennyivel egy jobb játék, mint az új pókember. That's one way to put it, yeah. I wish you'd been around. Harry, why didn't you tell me you were sick? I'd have been there in a shot. Előttessék fekete trutyit szerezni, rajta vagyok. De itt van a gyerekben, a gyereknek fenn van az ánuszában a fekete trutyi, mindjárt kiszedem belőle. Várjátok ki a végét. Én már szorosan a hátsójában vagyok, úgyhogy mindjárt itt van. Nem menekülsz. Add ide a fekete trutyit. Wait, we're at Midtown High. Is that actually where we're going? Neither confirm nor deny. Imádom, amikor karakterek narrálják, hogy éppen mit csinálnak. Én, értitek, én itt ülök a szobámban, és játszok ezzel a játékkal, és azon csodálkozom, hogy milyen szórakoztató, hogy a karakterek mindig narrálják, amit csinálnak. Bunny Hop, tényleg Bushmanka, igazad van, mindig elfelejtem, hogy Bunny Hop. Még göreszkás gyerek voltam örökké. Remember that time Flash and his buddies cornered me and broke my laptop? We lost that presentation? For the Young Entrepreneurs competition, we'd worked for months on that thing. And the state meet was the next morning. I had a backup on a USB. But it was in your locker. We called the school. Miért mesélik egymásnak az... Na ez nem egy jó narratív eszköz, amikor egymásnak magyaráznak dolgokat, amiket mind a kettőjük tud. We got to this one. Oké, elmeséltétek nekünk a történetet. Köszönjük szépen. Wait, I remember we had a gym yet. Az zavaró, hogyha ennyire egyértelmű, hogy emberek nem így beszélgetnek egymással. Shall we? Igen. Jaj, ne! És most mindenki... Coast is clear. Come on. Okay. You sure the drive is upstairs in your locker? Pretty sure. Most itt... Ja, és akkor... Nem látom az értelmét ezeknek a flashback jeleneteknek, de tudjátok, hogy megadom neki a lelkesedés lehetőségét. Hold up. Eric Monticelli. It's right field, Rick. What's he doing here on Friday night? Listening to the game? RBI. Show us that rookie of the month stuff, kid. You're gonna be on this team forever. Let's make a run for it. No, wait. He'll see us. This guy is the real deal, folks. We're gonna see him around for a lot of years. The fans
Americans are putting the pressure. Just aim it at something loud. This recent home Bucket. Stretch. And they're nah, too much. It's concrete. Aim the cart. Noise, not property damage. Mi az, ami megfelelően hangos? Az megfelelően hangos. Hát ez hihetetlen, hogy ezen is átkerültünk, oké? Am I a criminal now? Hey, forgot to tell you I showed our presentation my mom. She thought it was really great. She had one critique though. Miért googoltok, amikor nincs ki előle elbújni, vagy nincs mi mögött elbújni? Miért googolva futtak? Szerintem azt akarja megmutatni a játék, hogy már egy jó ideje barátok Harryvel is ismerik egymást. Fejlénap, nem azt mondom, hogy ez egy rossz narratív pont, vagy a történetmesélésben nem indokolt ez a jelenet sor. Azt mondom, hogy kicsit bénán van eljátszatva pedig. Ugyanakkor értékelem, hogy nem azt csinálja, ami engem a God of War-ba egy idő után untatott, hogy végtelen hosszú több 10 perces cutscene-ekkel játszadozik. Azt adom. Na! Where are you, you little punk? Someone in here playing... Fúj! Fúj! Okay. I could really use a refill on my web shooters. Igen, értjük, ezt az előbb elmondtad. I have extra web fluid stuff in the photo lab. Okay. This is all still kind of new. I gotta get itt kell átmenni, gondolom. Így van, nagyon jó, ezt mondjuk adom. És a végén megverhetjük a bácsit. Vajon? Okay, itt nem tudjuk, hogy mi. És itt le kell jönni. Elbújjunk a tábla mögött. Nagyon-nagyon stratégikusan elhelyezett tábla. A bácsi menjen tovább. Mi kigáncsoljuk, kiütjük, és innentől kezdve nincs probléma. Ja. Path is clear. Time to move. Megyek, át gondolom, ide kell jönni, így van. Crap! Hold R2, release to jump to ceiling. Hoppá, bocsánat, melyik az? Igen. Mi? Jól csináltam, nem? Ja, hogy ő bele is. Hey! What up, bitch? Oh, I really wish I backed this project up online. Így van valahol, oda felmegyünk a ventbe. Igen. Nagyon szépen megrendezett. Fél katszik, egyébként adom. Ide jövünk le, vajon? Fotolab. Igen, ide jöttünk. Nagyon jó. Okay. Where did I leave my web fluid stuff? Szerintem ott, ahol jelzi a játék. Itt van a web fluid. These under here somewhere. Gotcha. Teenager beszél a fluid managementről. Fúj, gyerekek! Gyerekek! Hát, hogy lehettek ilyenek? Keep moving. Ne beszélj ennyit magadhoz, fiam, és akkor nehezebb lesz megtalálni. Adom, hogy ezek tradicionális üvegeket egymásba öntünk, ilyen baba kémia. Az az, amivel csinálom a fluidot. Fúj. Fúj. Egyre undorítom. Oké, okay, és most mehetünk vissza oda föl, ahova mutatod? Rendben, értelek. Megyünk. Most megyünk a gym fel. Gotta get past it. Oké, okay, értem, hogy mi a feladat, azt is leszedjük a nap. Old backpack. Old backpack. Forgot I put that here. Gotta start keeping track of these things. Nagyon sokat beszél magához ez a gyerek, én elkezdek aggódni. Can't get away from this guy. Gotta distract him so I can get out of here. Oké, okay, find distractions. Szaglás következik, hol van a distraction? Uh-huh. Ott van valami, amit nem látok? Yeah. Oké. Okay. Ja, értem. What's that? Igen, this is me making a break for it. Így itt sem vagyok. Oké, okay, köszönjük szépen. Nagyon jó. És akkor most hova megyünk? Szaglás, úgy van, oda megyünk. Nagyon jó. A szaglás az egy változatlanul hib... Gyerekek, melyik játék találta ki a szaglást? Melyikben volt először ez a... Ilyen táguló kör alapú szagolgatás? A Witcher 3-ban? Vagy még előtte volt? Nagyon érdekel, ez egy... Szerintem a Witcher 3-ban volt először a szaglás. Én úgy emlékszem. Nagyon jól kitalálta. Azt mondja, hogy bácsit megölhetjük már, de mindig nem. Jó, akkor mit csináljunk? Sorry for the mess, Rick.
Okay. Now, you can't tell me we don't have a damn ghost. Yo, activating ghost. Just a spider. Nagyon, nagyon ügyes vagy. És most le kéne ugranunk mögé? Vagy mit kell csinálni most? Nem merek leugrani. Nem merek leugrani, mit kell csinálni? Oh, oké. Okay. Ja, zip to ground, oké. Okay. Aha, és ezt nem hallotta meg, azt sejtem. Ez a válcs, ez teljesen abnormális. Super, köszönöm szépen a 3 hónapot! Ó, egy csodás remekvővel játszik Szirmai úr, én is tudom itthon minden perc, zseni. Szerintem köszi a minőségi streameket, nagyon igyekszem, úgyhogy örülök, hogy tetszenek a streamek, köszi szépen. Batman Arkham City szerintem az később volt. Wolverine játék tele lesz szaglással, can't fucking wait. Greg, te is magadban beszélsz, nincs senki más a szobádban. Micsoda? Mi pedig képzelt szüleményei vagyunk, még mindig a pincétben vagy. Szóval, kosarazik a két jó barát. Micsoda izgalom és szórakozás. Na, vajon jó? Na, bazd meg, annyira tudtam, miért kell kosár minigémet is csinálni? Istenem. Dobjad. Nice. Tehát erre semmi szükség nem volt. Ez csak, hogy értsétek, a játéknak a módja az, hogy valahogy interaktivitást tette, semmi közben cutscene-eket játszik előtte. Én ezt egy kicsit értelmetlennek tartom, de elfogadom. Mindannyian a Matrixban vagyunk rákötve csövekre, ez kétségtelen. Greg, mi te vagyunk? Nagyon érdekes koncepció. Alapvetően egyet tudok vele érteni. Mi mind igazából mik vagyunk? Legion vagyunk. Pedig nem is oda céloztam, nem is a hátsó falra céloztam, barátom. Én szerintem az... Az mi az? Hogy mondják ezt? Gyűrűtlen volt. Nothing but net! Emlékeztek a Mass Effect 2-re? Milyen kurva jó játék volt az? Jaj, abba volt a Legion. Mindig többes számba beszélt egyes számú emberekről. Nagyon szórakoztató volt. Jó van, na, meg lesz ez a 3 pontos? Hopp! Úgy néz ki, hogy megvan. Cson nélküli, azaz! Azaz! Nem, én angolról fordítottam, igen, mert az a nothing but net. Cson nélküli, azaz. Gyűrűtlen. Mi a te agyat képzett szüleményei vagyunk? Ah, akkor ezért vagytok ilyen gyönyörűek mint, és jó fejek. Most már értem. Hozzátok hasonlóan az én agyam is gyönyörű és jó. Ezek szerint mi csak itt együtt vagy, ülünk itt a tökéletesség halucinált valóságában. Ezt nagyon adom. Nagyon adom. Gondoljatok bele, értitek? Sehol tomboló nácik és zombi agy halottak. Egészen jó embereket halucináltam ide. Ugyanakkor még lassan 2 éve streamelek abszolút senkinek. Ezért ez egy... Lehet, hogy abba kéne hagynom. Na, majd meglátjuk. Úgy néz ki, hogyha tényleg nincs itt senki, akkor mi értelme van ennek? Na jó van. Menjünk tovább. Gyerünk! Ah, Istenem. Oké, nem, türelmes vagyok. Oké, és most mit csinálj, megverhetsz? Check this floor 3 times already. This is a damn goose chase. Ez biztos nem Amerika, nem lőtték le őket, ugye? És már most lőnének az emberek. Én úgy gondolom. Laib is, köszönöm szépen a 16 hónapot! Milyen gyorsan telt ez a hónap, nem? Abszolút. Igen, várjál, de te nemrég subscribe-oltál, nem? Ugyanígy 16 hónapra. Nem? Na mindegy, köszönöm szépen a támogatást, Laib is. Most akkor a kedvedért megölöm ezt a biztonsági őrt. Nem tett semmi rosszat, de a Laib is itt van, és feljelentkezik, akkor megöljük a biztonsági őrt. Na mit kell csinálni? Aha. Mi van, most nem mehetek tovább? Hogy ki kell hátrálnom? Jobbra kell mennem, vagy balra? Miért vagyok beragadva? Hopp, lassan leáll a izen. Hátra nem tudok menni, előre nem tudok menni. Aha. Ja, tudom, a izét kell lőni. Oké. El kell terelni, igen, csak azt nem vettem észre. Detektív! Köszönöm szépen a 2 hónapot! Nem értem pontosan a szakmai irányultságodat, de biztos vagyok benne, egy nagyon izgalmas munka ez. Sok ember elveszíti a seggét, és meg kell találni? Ez nem lehet egyszerű. Nagyon nehezen találhatod meg szerintem, hogyha nincsen segged. Úgy általában a mozgás nehéz. What is this?
How did you... Go on. Take it. Raiderek jöttek? Köszönöm, szervusztok, Nintendo dolgok, szervusztok, szervusztok, köszönöm szépen a Raidet. Itt vagyunk a Pokémon streambe. Kicsit korábban jöttök Nintendo dolgok, akkor segítettek volna megszavazni a Zeldát, mint az év játékát, de nem baj. Oké. Okay. Miért üvöltesz most, hogy legalább a hangodról felismerhessen? Alright. És ismét egy flashbacket kapunk, gyerekek. Mennyi ideje megy ez a flashback scene? Szóval megy, 15 perce megy már, nem? Na, mi az ötleted? Don't get caught. Wait, I keep forgetting. Mehet a könyv ez, ugye? Abszolút úgy gondolom. Hopp, hopp. Ho-ho-ho! Muszáj megölnünk, ennyi. Muszáj megölnünk. Nem hiszem el, hogy ezt nem hallja. Ajjaj, na ennyi, meghaltunk. Vége mindennek. Kb. 20 perce, ugye? Na most megverjük a rendőröket és nyertünk. Ja, nem, most tanuljuk meg, ja, most tanuljuk a sneakelést, értem. Értem. Oké, őt kell. Igen, distract the police. Whoop, whoop! Distract the police. Whoop, whoop! Distraktáltam a police-t. Oké, értem, értem. Újabb distractionre van szükség, azt mondja, hogy mit? Ott is tudunk valamit distractelni, ugye? Hogy ezen tudunk distractelni? Megnézzük, hogy hol tudunk még distractelni. Várjál, azt mondja, hogy... Azt is lehet. Micsoda para! Hol van? Biztos, hogy a közepén is lehet valamit csinálni, vagy fönn a tetején? Oké, distractáljuk. Hol van a harmadik? Ő itt van középen? Igen, akkor biztos... Fölé kell dobni valamit? Nem? Ja, bekapcsoltuk a zenét, nagyon jó. Jó a zene! Oké, okay, és akkor most kell a Beastie-t elkapnunk, aki ő. Jól sejtem? Igen, úgyhogy ide jövünk, és... Nagyon... Okay, ez végig is elfogadom, hogy ez a szín az arra volt, hogy a stealth-et is megtanuljuk. Erre teljesen korrekt eltölteni akár ennyi időt is. És tényleg Rickrolloltak minket? 2023-ban? Kikérem magamnak. Good? Kihoztak egy iskolai betörésre egy helikoptert. Jó, azért, csak nem. It's my dad. Azaz! Azaz! Jaj, de kurva szar lehet Jeffrey Bezos gyerekének lenni, sweet Jesus. Dad, I told you I'd call you when I got home. It's your mother. Oh shit. What happened? Egyébként, hogy képzeljétek el, milyen élet lehet az, hogy lelandol el egy helikopteren a faterod, és egy finom irritációt érzel, semmi mást. Az anyukája beteg, tudom, értem, és ez egy szép, szép jelenet, de egy nagyon furcsa élet lehet. Ó, na most nézzük az arcmimikák, most nagyon fontosak. Rendben van. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy nem olyan, messze nem olyan jók a karaktermodellek, mint a God of War-ban, abszolút nem szükséges, hogy ennél jobbak legyenek. Hozza azt, ami szükséges a történet elmeséléséhez. Egyértelműen ugyanis a játéknak a mechanikai alapjai sokkal fontosabbak, mint a God of War-ban. God of War-nak, és én készen állok ezen a hegyen meghalni, God of War-nak a játék mechanikai része szerintem tök unalmas egy idő után. A harcrendszer szerintem olyan borzasztó monoton, hogy az nem igaz. A története viszont olyan kifogástalanul kurva jó, hogy elviszi a hátán a játék.
játékot. Kicsit most ennek az ellenkezőjét láthatjuk. Grafikai, vizuális világban, akár még történetmesélési komplexitásban is nem olyan magas szintű egyelőre a Pókember, de az egy első része se volt az, mint a God of War-nak. Cserébe a mechanikája végtelenül endlessly szórakoztató. Why don't you come by the lab tomorrow? Check it out. You have a lab already? I'll show you some of my ideas. No. We can talk about it some more. All right. Deal? Sure. Pete. We're gonna heal the world. Ez a Harry, ez azonnal gonosz lesz. Ez már most lehet tudni. Engem végre már irritált a sima harc, és vártam, hogy beszéljetek. Tényleg? Okay. Ja, egyébként igen, ismerlek. Na most jönnek a rossz fiúk. Mi az a Kraven? Kraven the Hunter. Nagyon menő néznek ki ezek a helikopter modellek. Nem lennék Hollywood helyében, már nem igazán lehet újféle helikoptert kitalálni. Szegények folyamatosan szenvednek, hogy valahogy extra rotorokat tegyenek rá, vagy még jobban hasonlítson egy tenger alattjáróra, de már nagyon nehéz. Then he was not the one. Copy that. Awaiting orders, sir. Prepare for the transfer tomorrow. And do not fail again. Jó van felvezetve ez az öreg Kraven. Jól van felvezetve. Adom a kis árnyékait a helikopter rotoroknak. Nagyon jól vannak megcsinálva. Na most jön a Golden Hour, szerintem gyerekek, megy le a nap. College application, most jön vissza Miles Morales. Remélem most egy kicsit megint játszhatunk. Ez egy félórás akciónélküliség volt, ami teljes mértékben megfér egyébként a játékban, főleg az elején. De úgy gondolom, hogy eljött az idő, hogy most kicsit pofaszkodjunk. Hát én az Atreus-os részeknél levettem a nehézségi szintet, annyira utáltam a harcrendszert, és haladni akartam majd vissza nehézre. Igen, valami ilyesmit éltem át én is. Idő után már csak a sztori érdekelt, annyira untatott a harc. De... Nem, nincs elég mélysége. Tehát, hogy felszínen, hackenszes, szórakoztató, nincs elég mélysége. Nem mondom, hogy kell a játéknak, hogy még a harcrendszere is mély legyen. De ez kétségtelenül valami, amiben a Pókember szerintem jobb. Amit meg kell adni, hogy olyan jó volt megírva a God of War története, hogy az Atreus nem kergetett őrületbe azonnal, pedig én gyűlölöm a teenager karaktereket, mert... Valahogy mindig irritálóval vannak megírva, de ez a God of War-ban nem így volt. Hola, mijo. How's the essay going? It's going. I'm gonna head out though. Pete called for some backup. It's better if I don't know the details. Fair. You fine, ma? Adom, kartell anyuka, nagyon adom. Espera un momento. Ez egy spanyol ajkú voice actor, én úgy hallom. You know how there have been a few nights recently where you've been working late, and so I also worked late? Well, I wasn't working. Don't give me that look, I'm not in any trouble. Mi történt? It's just, Terhes vagyok. I've been going on some dates. Mi? Dating, yeah. Actually. Oh. Yeah! And there's get it! Na, ez egy érdekes, na. Hogy reagálja ez le... Opa. Az úriember. Well, it's going well. Now, what are you asking me? Fair. I'd like to have him over. For Brett alone. Correct. Anyuka nem erőlteti rá gyerekre. I can give you some privacy? No, I'd like him to meet you. And I'd like you to meet him. But if you're not comfortable... When you're ready. Helyes befejezés, when you're ready. No, ez egy nagyon szép, hiteles beszélgetés. Anyu randizik, a srác még kinyelmetlenül érzi magát ezzel kapcsolatban, de alapvetően megadják egymásnak a helyet, hogy békéljenek ezzel a helyzettel. Nagyon jó. Mérföldeknek milyen ülőgumói vannak? Hajnal! Töröld fel a nyálad! Az öreg mérföldkő. Okay, na visszajöttünk, és most mondtam, hogy most jön a naplemente. Jaj, ne! Ne, repülő szimulátorom, olyan szar vagyok! Nem voltam felkészülve! Jó, megyek, csinálom gyerekek a játékot, csinálom. Jó, megyek.
Jó, jó, csinálod, gyűlölök, gyűlölöm a repülőszimulátort. Hopp, megint repülünk. Most csináltam, most csináltam, hopp, ez nem sikerült. Aaaaaah! Miért nem megy ez nekem soha? Miért nem megy ez nekem soha, gyűlölöm. Oké, akkor most meg újra próbáljuk, gyerekek. Az élet nem abból áll, hogy elfogadjuk a gyengeségeinket. Értem, jó, 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 csinálom. Ja, hogy itt updraft van. De nincs updraft, én feljebb akartam még kerülni. Oké, na, sikerült visszakerülünk, oké, csinálom, csinálom. Inverse irányítás. Oké, csinálom. Hey Miles, I'm just getting to the raft. You on your way? Wouldn't miss it. Who are babysitting? MJ got a tip yesterday. Central Park. Being moved to Ravencroft. Ami náttunk végre repülje, az az első játék, a kurva irritáló volt. Ez kétségtelen, hogy erre remek lesz. I'll be there. Okay. Most jött, mondtam én, hogy itt jönnek a nagy látványok, nézzük meg. Látok, ezt rosszul csináltam. Felmegyünk, azaz, ez kell... Ó, nagyon jó! Megyünk feljebb, így van, még feljebb, nagyon jó! Nagyon jó, és kiülünk a szélére, és csinálunk egy fotót. Itt az Avengers Tower, hölgyeim és uraim! Most már játékmenetet is lehet játékon belül rekordolni, hát ez csodás. Elfogadható a látvány, azt kell, hogy mondjam. Nem olyan jó, mint... Nem, hogy, csak nekem tűnik kicsit gyengébbnek, mint az elsőben. Érdekes. Vagy a fényjátékok nem annyira erősek. Did y'all hear about this train worker Dennis who single-handedly cut the trains running during the Sandman attack? Main track control booth got cut off by a power failure, and he had to patch in from his cell phone on a hotspot to keep the lines up. Thousands of people got evacuated to Queens and Brooklyn thanks to him. És itt van Augustustal kinézetű pókemberünk, imádom. Szép lett a sztori? Nem csúnya, de nekem valahogy az egy az jobban tetszett. Majd meg fogom nézni a gameplayt, és rájövök, hogy miért. Na ki vagy te? Ez a Shocker? Vagy a Rhino? Nem, ez a Scorpion. Ugye? Úgy hívják. Scorpion. Az a neve, hogy Scorpion? Úgy, úgy. Keep it moving, Gargan. Na az, az... az, az rendben van. És őről nem tudják levenni a ruháját, mi azért kell így szájtani. Ready for the next one. Next one. I thought we were just babysitting Scorpion today. Visszajött! Visszatért! Visszatért! Martin Lee. Igen, negatív men vagy, hogy hívták? Hogyan kakil? Dick Cage, ez egy nagyon-nagyon fontos is. Lényeges téma, amit mindenképpen meg fogunk később beszélni. Erről egy abszolút szükséges szerintem. Dumálunk ebben a modern időkben. Mr. Negatív, azaz. Miles. It's fine. I'll be okay. Annyira csúnya ez a sárga ruha, bazd meg. Hopp! Vajon ezek mik jelző lakítek? We gotta go. Aj, nagyon csúnya. Nem bírom, srácok, nem bírom. Ja, de most már ezzel vagyunk, oké. Okay. Akkor jó, akkor rendben leszek. Red, yellow, if these are... Green. Make sure the prisoners are secure! Ki az? I'll take left. Protect the ship. Form up on me. Ezek biztos haladtak. Öreg.
Jön az öreg Craven! Woohoo! Eléggé ilyen szomáliai kalóz dizájnja van ennek az arcnak, nagyon adom. Hát öreg, mit akarsz, basz meg egy páncélozott helikopter ellen? Istenem. Nem formációba kell kerülni, hanem valami védelem mögé. Superhero landing. Úgy. Azt hittem, hogy ezzel meg is öl mindenkit. Aha, azt sejtem, hogy két darab szabjával szétvertél egy acélpallot. Mi? Heavy attacks cannot be dodged. Parry. Oké. Okay. Nem lehet dodge-olni? Oké. Whoa, those blades are sharp. You must be new in town. Hi, I'm Spider-Man. In case you didn't know, these guys are bad news. Gyerünk még! Az! Kívánok lenyomni embereket. Hoppá, hopp, itt sem vagyok. Hopp, nem látom az baj a naplemente miatt, hogy melyik milyen színű. Jó, azokat először le kell szedni, onnan a lövöldözőseket, de mi inkább rájuk dobok dolgokat. Jóban ők a srácok velünk vannak. Még kapsz? Fú, nagyon jó. Oké, őt megöltjük. Hoppá! Hopp! Nem sikerülnek a perfect dodge-ok, túlságosan bepánikolok, úgy nézem. És le kell lassítanom a játékmenetemet. Hopp! És most eltakarta egy ember. Hopp! És terünk most! Azaz, jó sok embert elkapunk ezekkel. Nagyon jó, és most szépen egyre jobb. Na végre! Nem látok, az a baj, hogy ez a color... grading miatt nem látom a dodge jelzéseket, mert ugyanolyan sárgák mind. Oké, akkor még egyszer, gyere ide! De illetve a parryt is kéne ezek szerint használni. Hoppá, értem, és akkor ott van a sárga. Nagyon rosszak ezek a fények arra, hogy az ember küzdjön, mert nem lehet látni minket, hoppá! Jó. Jó! Nagyon jó. Oké. Hopp, gyertek le onnan! Nagyon jó, és már oda is megyek. Úgy, nagyon jó. Jó van, fékre feljöttük, míg a többiek próbálnak minket utolérni, addig szépen ki tud végezni mindenkit. Erről van szó, egy kicsit több embert akart eltalálni a ládával, de már itt se vagyunk. Jó. Azaz, jó. Fel, és akkor felugrunk mi is, dodzsoljuk, és megyünk oda. Hopp. Jó! Nem látom a fókuszban, hol van, de itt van, és tudunk valamennyit illelni magunkon, nem figyelj. Oda kell már figyelni, ez nem olyan egyszerű ez a harc, gyereket! Jó! Hopp! Nagyon jó! És visszajöttünk ugyanúgy a levegőben, nagyon adom ezt a játékot! Jó! Common misconception. Spiders are not actually insects. But that's maybe beside the point right now. Na, felmegyek. Jó! És itt vagyunk a túloldalt, nagyon jó! Nem akartam azért ennyit ugrani. Jó. Na, hopp, gyere ide. Jó. Srácok, ne dumáljatok, hanem segítsetek nekem. Nagyon sokan vannak. Gyere ide. Oké, végre fel tudtuk healelni magunkat. Pusholják. Nagyon jó. Bárra leszöltek ezt a játékot, mert azt mondták, hogy a Starfield-en sokkal több potenciál van. Te mit gondolsz erről? Oké. Első dolog, a kettő játék nem lehetne, nagyon nehezen lehetne távolabb egymástól műfaj tekintetében. Szóval az egyik az egy sandbox RPG, ez pedig egy action brawler játék, aminek narratív központja van. Egy narratív központú action brawler játék versus egy sandbox RPG FPS shooter.
majdnem minden aspektusokban különböznek, tehát az összehasonlítás gyakorlatilag lényegtelen. De fontos tudnunk, hogy ebben a világban traumáknak sok arca van, sok formája van. Valakit vertek gyerekként, valaki szexuális zaklatás áldozata lett, valakit iskolában bántottak az osztálytársai, és valaki annyi évig hitt a Bethesdában, hogy most már nem bírja abba hagyni. Annyira investálva van ebbe az egyre rosszabb cégben, hogy csak várja újabb és újabb pofonokat, és mosolja, lelkesedéssel tűri, mert nem bír szakítani ezzel a bántalmazó kapcsolattal. De srácok, ez itt egy baráti közeg, ez itt egy biztonságos közeg, így nyugodtan be lehet ismerni, hogy a Starfield kurva szar. Megfelelően sokáig húztam ezt a poént, mit gondoltok? Na ki az? Whoop! Baszki, ilyen pillanatban is azzal játszom, ne érts félre, hogyha élvezed, akkor élvezed, de azért nem vagyok egyedül, hála Istennek abban a felismerésben, hogy a Starfield az bazd meg rémesen unalmas. És nagyon sokkal kevesebb, sokkal többnek kell volna lenni. Jaj, de mindig nem beszélünk róla. Ez egy nagyon szórakoztató játék. Oh! Kombinációk! Ne tovább, gyere ide! Oh! Gyere le onnan, azaz! De azaz! Sziasztok, srácok! És most oda kell figyelnem arra, hogy a healing az ezen a nehézségi szinten azért szükséges, ezért nem szabad mindig elkomboznom a special méteremet. Gyere ide! Ja, még nem tudok ilyet csinálni, hogy eldobom. Oké, mindegy. Oké, egy kombó azért belefér. Remélem, hogy lesz többféle a Miles-zal, de ez már sokat gyere lát. Most már megszoktam a... ezt a kék, vagy mi az, ezt a sárga fényvilágot, úgyhogy kicsit talán könnyebben megy. Gyere ide! Oké, okay. Hova megyek? Ki ellen küzdök most? Sírtem, megint nem látom magát. Hol van? Ja, ott van. Ugye a helikoptert el tudjuk kapni? Úgy néz ki, hogy nem. Gyere ide! Jó, fókusz on them. Gyere ide! Tisztán! Azaz! Nagyon adom, hogy ritkán használja ezt az igazán nagy ütés hangot a játék, de akkor mindig nagyon szórakoztatok. Gyere ide! Hopp, viszont a hajóra. Nem tudom, hogy miért. Gyere ide! Hát ez nagyon jó volt. Geldnir, köszönöm szépen a Prime Subscription-t! 9 hónap megszületett a gyerekünk, Geldnir! Megszületett Kidnir! Nagyon köszönöm a támogatást! Mindig úgy lenyűgözöm, amikor emberek ilyen sokáig néznek engem. És nem mondom meg egy 3/4 év után, sweet baby Jesus! Igyekszünk! Azt mondja, introducing stories on Twitch, hát azt nem fogom csinálni. Twitch, hagyjál engem békén el. Ilyen pillanatban nincs erre szüksége. Oké. Izgalmatos jelenet. És meglepő módon gyerekek, annak ellenére, hogy végig dumálgatunk témákról, meg ilyesmi, nagyon ritkán bírom ennyire jól a 3 órás streameket egy átdolgozott nap végén, és ez a játék, ez pörget, ez inspirál, ez feltett, ez tényleg nagyon jó. People inside are gonna drown. I'll keep trying to get these things out. King Arthur makes this look so easy. Stupid kis poénok. I got this. There's more people inside. Let me worry about them. Azért azt nem mondd, hogy a víznyomást kibírják a hálóit. Hagyjál már békén. Oké.
Tehát azért vannak erős inkonzisztenciák. Több volt az, mint 9 óra, csak néha kimaradt a resubscribe. Azzal semmi gond nincsen, én csak örülök, hogy itt vagy tőle. Spider-Man, you gotta get topside! As soon as I get everyone clear! Jó, okay, izgalmas. You okay in there? Trying to get out. Looking for civilians on the way. It's bad, man. What happened out there? Did those guards get to safety? Woohoo! Hello? No signal. Better hurry up. Oh shit! Ez nagyon jó volt. Jó van, az ilyen jelenetes sokat viszont abszolút adom, mert ezek még a nagyon régi Nintendo-ban is voltak ilyen jelenet sok, amikor gurult feléd valami, és sietni kellett. Egy egészen jó feszültséget teremtő játékmechanikai változatosság ez. Oké, most itt mit kell csinálnom? Ó, ki kell nyitnom. Oké, kinyitom. Nem játszottam egyébként még ezzel a Spider-Man-nel, itt a játék közben vannak karakterváltások? Igen, vannak. A két különböző pókember között. De a Black Cat-tel is tudunk majd biztos játszani, meg régi visszatérő játékos karakterek lesznek. Hopp. Illetve, ha Mary Jane-el lehet megint játszani, akkor abból egy kicsit ki fogok borulni, de ez van. Jó, vagy nyitom, itt sem vagyok. Oké, most hova megyünk? De a semmibe. These guys have no idea who they're letting out. Tök jó használják ki ezt is a falmászás élménye, hogy teljesen össze-vissza változnak a dimenziók, hogy merre kell menned. Nagyon adott. Oké, és sweet. Spider punch! Na, megfulladok, nem? Jó, jó, akkor most mit kell csinálnom? Úszunk, nagyon jó! Can't let it get to that guard. This amount of electricity will fry him alive. Yep. És már itt vagyunk, oké, merre kell mennünk, oda megyünk, oda megyünk. Stay away from the water, okay? És már nyitom ki. Spider punch! Na, gyere ide, jaj, tudtam, hogy gyere ide, barátom, hagyd a pontot. Megmérgezett minket, nagyon érdekes. Mérgezni egyáltalán? Vagy csak annyi extra van, hogy Tony Stark egy nagy fémfarokkal. Tehát Tony Stark. Can't be. No! Apja! Flashback. This isn't real. Flashback! Flashback bizony, igen, a mentál méreg kapott el. Én ezt értem. We have eyes on Scorpion. Őt le fogják szedni, az biztos. Szegény Miles. Na vajon kihúzza a Peter? Én úgy gondolom, hogy kihúzza. Mitől van ilyen súlyra esetben, hogy nézem csak úgy súlyed? Nagyon jó kis állami jelenet. Nagyon hamar ellövi a rakétáit ez a játék, kíváncsi vagyok. Mondtatok mennyi 30 óra játék? Az egyébként teljesen korrekt, akkor lehet így ütemezni. Jó, akkor ők elmentek, merre menjek tovább? Arra. Jaj, ne, és most azt hallucináljuk, hogy mindenki boldogabb tőle. Ne, jaj, ez nagyon rossz érzés lehet. Azt hallucinálja, hogy mindenki boldogabb nélküle. Öngyilkos jelöltek is sajnos így szoktak gondolkodni, ez egy szomorú delúzió. Szegény Miles. Oké. Megyünk, látom ott a folyosót, megyünk, mert így van. Ez egy nagyon izgalmas jelenet sor. Nem is tudom, hogy miért beszélek ennyit közben. Híres elektromosság adta. Rocket Boost! Na. Mr. Neg, szegény Mr. Negatív. Nem hagyjuk meg megfulladni véletlenül. Azért beszarnátok, hogy most hagynánk megfulladni. Spider Punch! What the?
mind ellopják, az összes gonoszat ellopják ezek a hunterek. Clear. We got him. No, Lee! És a Lee azt hiszi, hogy mi akar meg... ott akarjuk hagyni meghalni. Hát oké. Okay. Akkor most ezért ezeket az embereket megverjük. Mit kaptunk? Chain Lightning! Újabb szuper képesség! Palpatinozni tudunk, hát ez remek. Akkor gyertek ide. Fogunk palpatinozni. De Spider Punch! Hol a Spider? Ja, még nincs feltöltve a Spider Punchom. Spider! Jó, jó. Inkább a Palpatine-t akarja most. Nagyon azt akarja. Jó, gyere ide. Hoppá, itt sem vagyunk. Nagyon jó. Sokkal, lehet, hogy beleképzelni, de sokkal smoothabbak a dodzsolások. Ennyi, és már megyek, tudok is tovább menni. Chain Lightning! Jaj, de egyszerű és nagyszerű szórakozás. Hoppá, nem kire hagynom, hogy megöljél? Azt mondjátok. Okay. Jaj, de nem tudom feltölteni az életem. Oké, okay. Hol vagy? Úgy néz ki, hogy ennyi volt. Egyedül fogja a helikoptert, ez nem gyenge. Mondom, nagyon változatos, hogy mennyire erősek ezek a pókemberek. Mindig, ahogy éppen a narratív szükség indokolja. Én ezzel egy kicsit békében vagyok. Nem nagyon, de egy kicsit azért igen. És most vetted észre a hajót, ami jön át a hídon, te szerencsétlen, most így... Hát mi ez a hajó? Az, jó van. Nagyon jó, levegőbe is tudunk Chain Lightning hozni. Hát ez hibátlan, gyere ide. A csajt már nem tudom, hanyadjára verjük meg. Vagy csak mindenki pontosan ugyanúgy néz ki. Chain Lightning, bitch! Nagyon jó a kombók. Azért látszik, hogy el vagyok szóval egy kicsit a játéktól, de hogyha jobban visszajönnek a régi harcrendszerek, akkor nagyon jó kombókat lehet majd itt összetenni. Ez a Spider Punch, ez hibátlan. De gyertek ide. És mind a hármat egyszerre, nagyon jó. Nagyon jó, nagyon nagy. Sok van ebben a... Sok van ebben a játékban. Gyere csak le onnan. És el a rakéta elől, már is repülünk vissza. Megint el a rakéta elől, most rosszul csináltam, de nem baj. Azaz, gyere ide, nagyon jó, mindenkit problémamentesen megölünk. Hát úgy néz ki, hogy csak ezzel a sárgasággal volt itt nekem gondolom. BÁM! Gyere le onnan! Köszi! Robi Fischer, köszönöm szépen a subscription-t, és üdvözlünk a Bölcsészklubban, mennyi új feliratkozónk van mostanában. Nagyon köszönöm a támogatást! Szervusz! Itt van az öreg Kraven. Daddy Kraven azért eléggé tradicionális maszkulinum az ereje van, azt kell, hogy mondjam. Garantálom, hogy semmilyen esetre sem soha nem fog felvenni semmit a felsőtességre. Ő nem az a fajta srác. Jövök! Jaj, ez volt az a jelenet sor, amit végignéztünk. Na hát én nem fogom úgy csinálni, mint a teaserben, de készen állok rá. Megpróbálni. Jaj, állom a... Nem vagyok felkészülve a quick time eventekre, de ez mondjuk elég epic volt. Oké, most jön még egy quick time event. Fel kell hozzájuk mennünk, én úgy érzem. Nem, felmegy magát. Jó.
Ez egy geci menő Miles. Én gyerekeken egyre jobban szeretem a Miles-t a Peter Parkerhez képest. Azt kell, hogy mondjam. Most nem a megvalósítása egyszerűen, szóval pedig ugye neki kéne irítálnia, ő a fiatal. Nem tudom, hogy mi van. Hány százalékra tartasz? Ó, ez még csak egy 3 órája játszunk ezzel. Hú, nagyon menő volt ez a jelenet is. És most megállítjuk és kihúzzuk a helyéről. Aj, menjél már innen, téged negyedjére verünk meg! Jó van, gyere ide! Először mindig a fegyveres! Ott, gyere csak ide, rám! Rosszul céloztam! Hoppá! Ja igen, mert... Jó, kicsit el kell jönnünk, hogy mindenkit lássuk ez. Ez a felállás, hogy félig gyűl a hajó, ez nem kedvez a tradicionális stratégiánknak. Jó, itt sincs. Gyere föl! Menjél le! Nagyon jó! Úgy! Nagyon adom a double combo-t! Az, menjen le a hajóról! Na, van még valaki? Valaki, aki életbe kéne lennie. Kiszagoljuk. Hol vagytok? Nem itt mindenki civil? Úgy tesztek, nem? Itt van valaki srác, ugye? De hol vagy? Nem látlak. Ő aki repül? Hol vagytok? Ja nem, ki kéne nyitnom ezt, mert, ja, mert ő ért, te küzdöttünk, vagy az? Ja nem, ott van. Gyere ide. Csak szegény be volt szorulva egy szemetes mögé, és azt mondta, hogy eljött az idő, hogy feladjam az életemet. Na most, Peter Parkerezzünk egyet? Most jön Mr. Fekete-Fehér. Nagyon morci valaki. Azért. Itt van a legrondább pókember valaha. Overseries, köszönöm szépen a 2 hónapos subscription-t. Köszönöm szépen a támogatást. You don't know what you took from me. Na? Hopp, és viszik is, tudtam én, hogy most egy pillanatra újra gondolta az életét. De Daddy Craven már is bevásárolta. Spider-Man, let him go! Jézus Máriám, gyerekek, milyen set piece-ek vannak itt. Alig játszunk a játékkal, és már is egy teljes csatahajót kell túlélnünk. Megy mindenki a Titanicba, itt az emberek javarésze halott egyébként, csak szó. Abba mentek bele még. Talán engedd el! Engedd el! Legyél egy nagy fiú! Ügyes! Alright, jövünk és a Spider Punch! Fantasztikus! Megtörtént a Spider Punch, gyerekek! És ezzel nem csak a veszély hárult el, de a morális ellentmondásosságunk is. Mi még érvényesen inkább vagyunk szuperhősök, mint egoista, öncélú lények. Miles Morales ismét győzedelmeskedett. Tartsatok velünk a következő epizódban, akkor megtudjuk, hogy vajon hogyan tudunk gonoszak lenni. Hogy mindenkit felpofozhassunk, ne csak a gonosz sapkás pirézeket, vagy mi az, de hogy is maszkos embereket. Bocsánat. Ezt nem gondoltam komolyan. Alright. Who are those guys? Whoever they are, they're packing some serious tech. And now they got all that, plus Scorpion and Lee. Hey, whatever they're planning, we'll find them. We'll stop them. Nagyon adom ezt a nagy tesó, kis tesó dinamikát. Én őket, teljesen támogattam őket. Alright, hölgyeim és uraim, megoldódott ez a küzdelem. Én egy manuál szévet nyomok, mert beszívtuk ezt már a múltban. Manuál szévezek, és manuál köszönöm azt, hogy itt voltatok velem ezen a extra hosszú streamen. Nagyon kedvesek vagytok a rengeteg támogatásért, remélem élveztétek. Simán lehet, hogy még egyet fogok ebből streamelni, mert kedvem támad hozzá, ez egy jó játék. Kicsit előre haladok talán, és akkor megnézzük, hogy mi az a max, amit tud produkálni. Már is nézem a raidet, abszolút jogos, mindig a rossz gombra nyomok. Így vagy úgy, jaj, srácok, fontos, de majd meghirdetem,
Discordon is. Vasárnap nem lesz Film Here stream, hanem kedden lesz. Két napot el kell tolnunk. Így vagy úgy, megnézzük, hogy kit rédeljünk, és rédelünk valakit. Ki játszik? Maris Dead by Daylight-ozik, úgyhogy másik fajta parajátékra mehetünk tovább. Köszi, hogy itt voltatok. Kiskezdike, csókolom, megyünk rédelni, és kedden találkozunk. És gyűjtök új raid célokat is. Igen, igazatok van, úgyhogy be fogok lájkolni új csatornákat, és akkor megyünk oda is. Már ennyi voltam, sziasztok!